No, úgy látom, még egy kis zörej, mindenki kényelmesen elhelyezkedett ezek szerint, akik itt ülnek a teremben, kényelmesen ülnek, jól megérkeztek? Nagyon örülünk neki, szép jó estét kívánunk, és köszöntjük a Mária Rádió oldalának a Facebook nézőit is, vagy a Facebook oldalának a nézőit is, akik az éteren keresztül kapcsolódnak be ebbe a mai beszélgetésbe, és azt ugye megszokhatták, hogy minden hónapban egyetemes kérdéseket járunk körbe. Így történik ez ma is, itt októberben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai témánknak a szakértőid. Három kiváló ember érkezett ebbe a terembe. Fábri Kornél, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Köszöntöm Kellermayer Miklós, orvos, biofizikust, a SOTE általános orvostudományi kar dékányát. Szeretettel köszöntelek. És Fizi Márton, zeneszerző, producert. Szervusz. És hogyha megengedik itt a kedves jelenlévők közül, főleg mondom, itt Pöspök atyával már dolgoztunk többször együtt, ezért, hogyha szabad maradunk mindannyian a tegeződő viszonyban, talán így kötetlenebb is lesz a mai beszélgetés. Köszönjük szépen a MOM-nak, hogy bejöhettünk. Igaz, még nincs annyira hideg, de már azért beköszöntött az ősz, tehát örülünk, hogy itt lehetünk még egy jó ideig, és beszélgethetünk. A mai téma az ugye azt a címet viseli, hogy találkozni Istennel. Nem könnyű téma, hiszen azért erről beszélgetni, az alcím az az, hogy szubjektív vagy objektív valóság ez a mi Isten képünk. Én kezdetként egy történetet szeretnék idehozni nektek, önöknek. Lehet, hogy már többen ismerik ezt a történetet, lehet, hogy nem. Tehát most érdeklődéssel és kíváncsisággal fogadják. Nem fogom tudni ezt a három oldalas történetet elmesélni, hiszen nem azért vagyunk itt, hogy most itt az esti mesét megkezdjük, de mégis a beszélgetésnek igen fontos része ez. Úgy tartják, hogy ez csak egy mende monda, de egy nagyon szép történet Albert Einsteinről. Az életrajzi adatai alapján azt feltételezik, hogy ez a beszélgetés nem történt meg az ő professzorával egy egyetemi teremben. Amikor is a jóisten létezésének a kérdéséről kezdenek el beszélni, vagy hát vitatkozni, és már is a történet közepébe csapok, amikor is a professzor azt kérdezi a diákjától, tehát Einsteintől, hogy érezted-e már valaha a te istenedet? Megízlelted-e a te istenedet? Érezted-e már a te istened illatát? Erre azt mondja, hogy nem. Uram, attól tartok, nem. Következő kérdés. Láttad-e már valaha az istenedet? Nem, uram. Mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te istenedet? Nem, uram. Attól tartok, nem. És mégis hiszel benne? Igen. A professzor azt mondja, a tapasztalati, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti, hogy a te istened nem létezik. Na erre mit mondasz, fiam? Semmit, nekem csak hitem van, mondja erre a diák. És akkor lépünk és ugrunk egy nagyot a történetben, amikor válaszul, minden tisztelettel azt mondja ez a diák, hogy van-e itt valaki, aki hallotta-e már a professzor agyát, érezte, megérintette azt, vagy érezte az illatát. Mivel nem érkezik a válasz, a diák folytatja. Úgy tűnik, senki sem tette, tehát a tapasztalati, állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vegye tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatunk így bármilyen hitelt az előadásainak? A teremben síri csend. A professzor a diákot nézi, arca kifürkészhetetlen. Válasza, azt hiszem, a hit alapján kell elfogadnod, fiam. Nagyon jól illik ez a történet szerintem a mai témánkhoz, ugye az Isten kép a tudomány szemüvegén keresztül. Nem tudom, hogy ismertétek ezt a történetet, de kérlek, hogy reagáljatok rá. Miklós, veled kezdeném, kérlek. Köszönöm szépen, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a egybegyűlteket, beszélgető partnereket, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. A történetet ezt olvastam magam is, hallottam korábban. Abban nem vagyok biztos, hogy ez pont Einsteinnel történt meg,
de valóban illusztrálja az általános hitnek a fontosságát. Itt most úgy gondolom nem pontosan a konkrétan az Istenhit kérdéséről van szó, hanem az általánban vett hitről. És itt én is hadd időzek el egy picit, én egy paradoxont hadd osszak meg, ami aláhúzza azt, hogy a hit általában mennyire fontos a tudásunk pilléreként is. Én most teszek egy állítást, amelyről azt gondolom, itt a teremben senki sem fogja tudni megcáfolni. A világ 2 másodperccel ezelőtt keletkezett. Most függetlenül attól, hogy miben hiszünk, hogy a Big Bang, vagy pedig az Isten teremtette, az Isten ugye mindenható, tehát ő nyugodtan teremtette ezt 2 másodperccel ezelőtt, ide teremtett minket, emlékezetünkbe teremtette azt, hogy nevünket, a tudatunkat, és a Big Bang elmélet értelmében is, tehát nem zérus a valószínűség, nem nulla a valószínűség annak, hogy 2 másodperccel ezelőtt történt egy nagy robbanás, és az atomok úgy helyezkedtek el, ahogy, és hát az emlékezetünkben úgy, ahogy. Tehát ezt valójában senki sem tudja megcáfolni, még akkor sem, hogyha természetesen hát mi azt gondoljuk, hogy a mi tapasztalatunk milyen fontos szerepet játszik abban, hogy milyen tudásunk alakult ki az életünk során. De ez valójában logikai értelemben nem megcáfolható. Egyedül, ami ezt eloszlatja, ez a hit. És az az érdekesebben az egész történetben, hogy ez a paradoxon, ez engem nagyon régóta foglalkoztat, de egyszer egy Bertrand Russell könyvben is nagyon ennek a paradoxonnak egy majdnem analógiáját hallottam. Bertrand Russell, ő egy nagyon híres, vagy híret, nem is tudom, ő egy nagyon kőkemény ateista volt, egyébként kiváló tehetség, tehát ez őt fantasztikus, hát hogy mondjam, produktumához nem fér kétség, de ő is ezzel fejezte be a gondolatmenetet, hogy ami ezt feloldja, az a hit. Tehát amikor ma ugye a hitet pejoratíve emlegetjük, mert ez tulajdonképpen egy, azt kell mondjam, szinte szokássá vált, és tudós körökben is, sajnos, de akkor nem szabad megfeledkezni a hitnek a fontosságáról, ez az általában vett hitet értem ez alatt. Lesz majd egy másik történetem is a hittel kapcsolatban, de azt inkább későbbre hagyom. Köszönjük. Atya? Szentírásból kiindulva azt olvassuk benne, hogy Isten léte a józanész napvilága mellett belátható. Tehát akkor is, hogyha valaki nem hisz a kinyilatkoztatásban, egyszerűen a világban tapasztalható rendezettség, a vágyaink, amik túlmutatnak a földi életen, mind-mind arra utalnak, hogy kell, hogy legyen teremtője, és mi ezt a teremtőt Istennel azonosítjuk. Nagyon egyszerű, hogy még annak idején hittamból tanultuk, hogy a vonatok nem úgy közlekednek, hogy valaki kiült a dombtetőre, és megnézte, hogy mikor megy el egy vonat, és felírta, hanem először megírták a menetrendet, és aztán a vonatok ezek szerint fognak indulni. Az anyag nem tud törvényt létrehozni, az anyag csak engedelmeskedni tud törvénynek, tehát kell, hogy legyen egy szellemi létrehozója ennek a világnak, akit mi Istennel azonosítunk. Innentől kezdve az, hogy ez az Isten milyen, hogy ő egy Isten, hogy szent háromságos Isten, az már a kinyilatkoztatásból, az Isten önbemutatkozásából származik, és itt jön be a hit. Tehát gyakorlatilag az ateizmust nagyon nehéz élni, mert folyton olyan dolgot kell bizonyítani, amit nem lehet. Nyilván azt szoktam mondani, hogyha ateistával találkozom, hogy nézd, abban az Istenben, akiben te nem hiszel, abban én sem. Mert nagyon valószínű, hogy egy nagyon rossz istenkép van benne, és azt mondja, ebből az Istenből én nem kérek. Mert sokkal egyszerűbb, ez is az emberségből jön, hogy az ember nem szereti azt, hogyha valaki van fölötte. Ugye ezt mondta egyszer egy kedves tanult ember, hogy vannak emberek, akik csak vezetőként tudnak beilleszkedni a társadalomba. Tehát így is van, hogy én, mint ember, szeretném az életemet úgy élni, úgy tudni, hogy én vagyok a teremtés koronája, és nekem nem mondja meg senki, hogy mi a jó, és mit tehetek, és mit nem. Nem kell fölém senki, mert hogy ha Isten, akkor ő mindenható, örökkévaló, tehát nyilvánvalóan egy halandó ember fölött van. És legtöbbször ez van inkább az ateizmus után, vagy mögött, hogy nem akarom, hogy legyen valaki még fölöttem.
De hát az egész teremtett világ, a rendezettség és a többi mind arra utal, hogy bizony van valaki, aki létrehozta a szabályokat, a törvényeket, aminek aztán az anyagvilág engedelmeskedik. Itt már is az jutott eszembe, amikor ezt a sok kérdést mondtad, hogy Márton, Marci, te édesapaként is tapasztalhatod, hogy kisgyerekeknél, ugye amikor egy tárgynál lelagad, vagy egy jelenségnél, és teszi fel a miért, megválaszolod, és végtelenségig tud kérdezni az a kisgyerek, és magam is emlékszem rá kisgyerekként, hogy volt egy olyan határ, hogy az újabb kérdések, hogy miért így hívják, hogyan jött létre, honnan jöttünk, hát ezt te valójában megtapasztalhatod a gyerekek részéről is, illetve kérdés az, hogy a művészet az ad-e egy olyan eszközt, egy olyan szavak nélküli eszközt, ami átadja a választ rá. Köszönöm szépen egyrészt a meghívást is, illetve, hogy hozzászólhatok. Ugye az einsteini történet egy elég tudományos oldalú megközelítés, és ugye a gyerekek kérdései is tulajdonképpen a gyerekek szintjén egyfajta a saját értelmezésük, vagy a saját korosztályuknak megfelelően egy tudományos megközelítés, az ő ismert világképük alapján kérdeznek. De eszembe jutott Barsi Balázsnak, egy híres ferences prédikátornak egy gondolata, azt mondta, hogy amikor egy apa megöleli a gyermekét, vagy fordítva a gyermek megöleli az apját, az nem olyan, mint az isteni szeretet, hanem maga az isteni szeretet. És ez a szeretet, ez átélhető. Ez engem majd reggel is megrohamoztak a gyermekeim, és így versenyt futottak azért, hogy most kipuszíjon meg, és ki öleljen meg, és alig tudtam elindulni otthonról. És ez nem csak az érintésüket éreztem természetesen, hogy nem bírok elindulni, és a lábamat szorongatják, hanem ez egy nagyon erős emóció is. És azt gondolom, hogy az Isten a találkozásoknak az Istene. Ami azt jelenti, hogy hát azért csak átértük legtöbben a szerelem érzését, ugye? És hogy az Isten az érzelmeket is ad. És ez az érzelem az nem megfogható, nem körülírható. Nehéz elmondani, de mégis érezzük. Nem tudom, jelenlevőket most nem akarom itt interjúvolni, de hogy a tekintetekből azért azt vélem felfedezni, hogy ismerik azt az érzést, amikor átélik azt, hogy az Isten szereti önöket, vagy minket. Tehát magyarul a kinyilatkoztatásnak van egy láthatatlan érzelmi síkja is. Még tudnék pár gondolatot mondani, de Azért vagytok itt, hogy jöjjön létre a párbeszéd. Ugye mondtad, hogy a gyerekek is a saját valóságukban, vagy a saját valóságukból kérdeznek, és ahogy mondtad, az érzelmeket is behoztad, már is az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon a tudomány az mindig ok-okozati összefüggésekben gondolkozik, és úgy válaszol? Attól nem lehet elvonatkoztatni, hogy a tudománynak azért van egy nagyon fontos előnye, tehát van egy eszköztára. Természetesen feltételezzük az ok, hogy mindenek van valami oka, és van következménye, de azért abban, hogy van egy fogalom, amit ebben a kérdéskörben, hogy a hittel kapcsolat, hittel való beszélgetés során nem lehet megkerülni, ez az igazság. Az igazságnak több definíciója van, több szintje van természetesen, de nyilván van a kinyilatkoztatott igazság, amelyről az imént hallottunk, vannak ugye ontológiai igazságok, amelyet ugye a tudomány elfogad nagyívű megfogalmazásaként, elméletekként. De a kezünkben, a tudomány kezében van egy nagyon fontos eszköz, az pedig a kísérletezés. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen próbának ki tudjuk tenni, saját eszköz, mindenki, és ez független attól, hogy egy professzor, vagy a tanársegéd, vagy egy diák bemegy a laboratóriumba, és próbának tudja kitenni még a legigazabbnak, tehát teljesen igaznak itt állításokat is. És innen, tehát voltak éppen ez a, amit én úgy szoktam megfogni, az előnye a tudománynak, hogy ez az eszköz ott van a kezében. Ugyanakkor ez arra is felülje a figyelmet, hogy
És ez nagyon fontos aláhúzni, hogy a tudomány igazából bizonyítani nem tud. A tudomány és a kísérletezésen keresztül csak cáfolni tud. Tehát a tudományos igazság, amelyet olyan tulajdonképpen szentként, gyakran szentként tisztelünk, az valójában egy állítás, egy olyan állítás, amelyet mindaddig igaznak fogadunk el, amíg a kísérleteinkkel meg nem cáfoltuk. És ez nagyon fontos hangsúlyozni, tehát nem szabad bedőlni azoknak a gyakran a populáris médiában is felénk ugye áramló hát állításokat, hogy a tudomány bebizonyította, hogy, stb. Voltak éppen a tudomány, a természettudomány igazából csak cáfolni tud. Az ok-okozat az egy logikai következmény, tehát az azt gondolom a logikai kapcsolatot jelent, tehát ilyen szempontból csak úgy, mint minden más logikai területen, természetesen a tudományban is ez fennáll. Ez az, hogy a cáfolatot hozott be, hogy onnan közelít igazából a tudomány. Kérdezlek, atya, hogy mi meg, vagy ti meg pont az ellentetjét, nem a cáfolattal, hanem nehéz bizonyítani. Behoztad ugye itt az ateistáknak a válaszát, vagy a te válaszodat arra, amit ők szoktak mondani, hogy pont hogy a bizonyítékot keressük nagyon-nagyon sok kérdésen, amikor keressük az Isten kapcsolatot, vagy lehet, hogy ott van, de még nem nyílt fel a szemünk. Nagyon sok esetben ezt tapasztalom, hogy majdnem azt mondom, hogyha Isten tőlük független személy, létező, akkor majdnem mindegy, hogy hát az, hogy most nyílt egy zöldséges vagy nem, az engem nem érint személyesen. A hit az igazából a görögben ugye a pisztis, és a bizalom és a hit ugyanaz a szó. Tehát amikor azt mondom, hogy hiszek, akkor azt mondom, hogy bízom. És itt minden megváltozik, mert rögtön személyessé válik. De nem az, hogy elhiszem, hogy van Isten, és ha nem hiszem, akkor mi változik. De ha bízom benne, ez azt jelenti, hogy rámerem bízni az életemet, itt már a kinyilatkoztatás megint előjön, hogy ilyen Jézusi tanítás szerint, ugye ott vagy hiszem, hogy Jézus valóságos Isten, nem csak egy tanító a sok közül, innentől kezdve a szava sokkal nagyobb súllyal esik alatba, mint bárki másé, rámerem-e tenni az életemet erre a kinyilatkoztatott igazságra, hogy szeresd az ellenségedet. Tehát még az emberi logika azt mondja, hogy az ellenség arra van, hogy gyűlöljem, szeressem a hozzátartozóimat. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tudok én kapcsolatba lépni azzal a létezővel, aki öröktől fogva van. Ugye a Szentírás azt mondja Istenről, amikor bemutatkozik, hogy én vagyok, aki vagyok. Jehje, Asher, Jehje. Tehát ő, aki van, mi pedig vagyogatunk. Részesedünk az ő életébe. Ha Isten nincs, akkor mi sem vagyunk. És sokan láthattak ilyen Krisztus ikonábrázolást, és a glóriájában három görögbetű van beírva, az a omikron és a omega és a nün, a ho-on, az ejmi görög igének a participiuma, a vagy, aki van, a vanó, vagy nem tudom, a levő. Tehát az a, aki van görög változata, hogy Jézus is valóságos Isten, ezt jelzi ebben az ikon. Tehát az a kérdés az, hogy ha ő van öröktől fogva, akkor én hogyan tudok vele kapcsolatba kerülni? És itt aztán a Jóistennek végtelen a tárháza, hogy hogyan tud minket megszólítani, hogyan tudja személyesíteni a velünk való kapcsolatát. És itt jönnek be a nagyon szubjektív dolgok. Ami nekem csoda, az lehet, hogy másnak véletlen. Ugye ezt szokták mondani, hogy a véletlenen keresztül a Jóisten mosolyog. Tehát vagy, hogy a véletlen az a balgák istene. Vagy írjuk nagy V-vel, és akkor legyen ő az Isten. Tehát a Jóisten nem sértődik meg, hogy milyen néven szólítjuk éppen. De hogy a szubjektivizmus az itt bejön. Pontosabb az, hogy én tapasztaltam-e bármit is az Istennel. Ezt hívjuk gondviselésnek. Ugye mondjuk azt, hogy szerencsére így történt, vagy az, hogy hál' Istennek így történt. Akkor ez már kifejez egyfajta értékrendet és egy hitvilágot is, hogy hát a fortunának nagy része volt ebben, oké, meg azt mondja, hogy a gondviselés közbeszólt. Tehát mindannyiunk azt hiszem az életében tudna tapasztalatot mondani arról, hogy hogyan úszott meg egy nagyobb bajt. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy az őrangyalunk sérvet kapott. Hogy hát ebből a kocsiból éppen kiszállni, az tényleg... De mindenkinek biztos van ilyen története, hogy egyszerűen valami csoda történt, hogy ez nem úgy alakult, ahogy kellett volna, hogy alakuljon a fizika törvényei szerint, de nem csak fizika, lehet kapcsolati, bármi. És azt gondolom, hogy innentől kezd érdekessé válni az Isten kérdés, hogy én vele hogyan tudok kapcsolatba lépni. Hogyan fedezem fel az életemmel az ő jelenlétét. És innentől kezdve hogyan tudom őt megszólítani, hogyan tudom meghallani a hangját.
Mert ha ő személy, akkor annak hangja is van. És hát erről az elmúlt több ezer év tapasztalata nyilatkozik az Ószövetségtől az Új Szövetségen át, hogy igen, Isten megszólítja az embert, és az ember tud válaszolni. És innentől kezd izgalmassá válni a játék, hogy vajon én hogyan tudom jól meghallani az Isten hangját. És hát itt aztán vannak nehézségek az Ószövetség, Új Szövetség, Isten képe között, erről majd talán később, ha visszatérünk rá, szívesen mondok egy példát. Szabad reflektálni röviden egy picit itt elhangzott a csoda, meg a véletlen kérdése, és egy személyes történetet idehoznék, és nyilván azért teszem ezt, mert itt egy szálon azért kapcsolódik a természettudományos gondolathoz is. Valóban a személyes hit és a személyes Isten találkozás az gyakran vagy a tragédiákon, vagy a csodákon, vagy a szerencsés csodákon keresztül intenzifikálódik. 1991-ben történt a alábbi eset, ez családunkkal. Egyesült Államokban éltünk, negyedik gyermekünket várta a feleségem, és hát ellátogattunk a Szent Helena vulkánhoz. Nagyon szerettünk kirándulni. Ezt nem tudom, hogy talán hallottak-e róla, ez 1981-ben tört ki, letarolt egy hatalmas területet, és 10 évvel később se lehetett látogatni, csak kráteres szemközt alakítottak ki a hegytetőn egy ilyen. Ez csak egy ilyen plac volt, egy ilyen szakadék volt ennek a parkolónak a szélén. Mi is leparkoltunk oda, a legkisebb gyermekünk, aki 4 éves volt, azt kérte, hogy apa, hadd maradjak benne az autóban. Jó, oké. Kiszálltunk az autóból, és hát oda mentünk, gyönyörködtünk a kráterben, és egyszer csak nagy sikítozás, ordibálás mögöttünk, hátranézünk, hát egy autó jön felénk. Hát ez a mi autónk. Jön felé, a szakadék felé, egyre nagyobb sebességgel, és a lányunk ott integet benne, hát mosolyog, mert nevet. Fú, hát mi történt itt? Hát ott álltunk fölbe gyökerezett lábbal, és hát tényleg lepereg el az ember előtt az élete. De hogy nem, mielőtt a szakadék szélét elérte volna, valahogy nem tudtuk, hogy ott volt egy autó, egy darab autó, egy hölgy ült benne, egy jeep, terepjáró, és hát ő lusta volt, ő az autóból nézte a krátert, de nem volt se korlát, semmi, és a mi autónk egy ilyen, hát egy 3 tonnás Chevrolet, egy ilyen batár, a pótkerékbe csapódott bele. Tehát egy karcolás nem esett se az autón, se, tehát mindenki megúszta épp bőrrel. És hát nyilván mi újjászülettünk abban a pillanatban, de a kérdés, ami azóta is foglalkoztat, hogy csoda történt-e, véletlen volt, szerencse volt-e, ugye ki mit mond. De érdekes, hogy én olvastam egy polimer fizikai könyvben, hogy a csoda, van ennek is egy exakt természettudományos definíciója ezek szerint, az az esemény, amelynek a bekövetkezési valószínűsége 10 a mínusz 12-en. Ez egy nagyon pici szám, ez olyan szám, hogy 0,12 nullát elképzelünk, és utána van egy szám. Tehát nagyon pici a valószínűsége. De ugye a valószínűség számítás szerint a valószínűséget az együttálló események valószínűsége, az az egyedi események valószínűségének a szorzata. Tehát ha sok törtet összeszorzunk, akkor könnyen kiadódik egy nagyon pici szám. Kérdés az, hogy és én valahogy így fogom fel a csoda természetét is, hogy hát egyfajta kérdés arra, hogy miért pont velem, miért pont én, miért pont itt, miért pont most. Mert ezek olyan kérdések, amelyekről nem tudunk nehéz exakt válaszokat adni. De hát ha belegondolom, hogy miért pont én, hát 7 milliárd ember él a Földön, az már tehát 10 a mínusz 7-en. Miklós már osszoroz, igen. És tehát könnyen kijöhet ez a szám, miért pont ott, miért pont olyan irányban ment. Szóval a kérdés az, én nem tudom megválaszolni ezt. Nyilván sejtéseink, hitünk az segít ebben, de ott mindannyian meglettünk érintve, jó magyarosan. Tehát megérintett minket ez az egész helyzet, és nyilván nekünk azt oszta el, hogy hát a hitünk az mélyült természetesen, de jelezni szeretném, ezzel csak azt akartam mondani, hogy valóban ez a személyes megérintettség és a csodának a kérdése az egy meghatározó lehet. És azért is érdekes ez, mert az orvostudományban a legtöbb csoda, ami egyébként a szentek csodái is, valahol a gyógyulással kapcsolatosak, és hát az orvostudomány tele van ilyen eseményekkel, valószínűleg nem véletlenül. Miért pont én? Miért pont itt, miért pont most?
készítsem ki egy saját története, hogyha itt tartunk, vagy kiszámolod a valószínűségét. Ezt szoktam mesélni, mert számomra egy életre meghatározó Isten és egyházélmény. 92 környékén egy volt osztálytársamban mentünk Franciaországba, Tezébe és Párizsba stoppal. Ugye hát szegény diák, mivel tud menni, ez a legolcsóbb. És minden rendben volt, hazafele jöttünk, és Németországban egy tankstellében, ugye autópálya parkolóban próbálkoztunk bekéreckedni mások autójába. 6 órán keresztül visszautasítottak. Nem tudom, volt-e már ilyen tapasztalata bárkinek, de 6 órán keresztül nem. Nem arra megyünk, félünk, sokat cucc, elvből nem veszünk fel segít, stb. A barátom már teljesen ki volt akadva, hogy ő soha többet stoppal sehova. Inkább biciklivel, rollerrel, busszal, bárhogy, de stoppal nem. Mondom, uram, én még bírom, de ő miatt a segíts haza minket. Szerintem a Jóisten így nézett föntre, hogy na, hogy vagytok, segítsek esetleg, vagy bírjátok. Na, ezek után a következő autóhoz a barátom ment oda, pedig addig általában én mentem oda bekéreckedni, és fölvett. Ő jobban tudott németül, ő ült előre, én hátra, kicsit beszélgetnek, egy pár perc múlva hátrafordul. Tudod, mi ennek az embernek a foglalkozása? Mondom, mi? Dél-Afrikában misszionárius, éppen szabadságát tölti Németországban, egy katolikus pap volt. Mondom, köszönöm, uram. El is vitt minket 150 kilométert, más irányba ment tovább. Az már nem autópálya volt, úgyhogy kirajtuk a kezünket. A második autó megállt, fölvett egy férfi, barátom előreült, én hátra, kezdenek beszélgetni, pár perc múlva hátrafordult. Tudod, mi az űrge foglalkozása? Mi? Katolikus pap. Na most nem tudom, mennyi a valószínűség, hogy Németországban egymás után 2 katolikus pap vegyen fel, ráadásul egy ilyen röpfohász után. Tehát én nekem ez volt benne a csoda, mert ez lehet Mázdinak is mondani, de az, hogy hát próbálkozunk a saját erőnkből, de hogyha megszólítjuk a Jóisten, és nem akárkit küldött, hanem 2 katolikus papot. Tehát, hogy ennek, én szerintem ez konvergál a nullához. Nekem ez csoda kategóriában megy, számítsák ki a valószínűség számítók, hogy ez mennyi igazából, de nekem ez azóta egy nagyon-nagyon mély hitet adott a Jóisten létébe és az egyházba. Ha szabad csak kiegészíteni. Végére hazaértünk, és azt mondja, tudod, veled azért még elmennék stoppal is. Etimológia előbb kicsit szóba került, ugye a hit szó eredete, hitbizalom, hogy én a jelen szón gondolkodtam el egyszer, lehet, hogy semmi alapja nincsen, de hogy a jelen szó az a jel gyökre épül, szógyökre épül, és hogy milyen érdekes, hallottam egy mondást, ami nagyon tetszett, és ez megragadott engem, hogy Isten szemében minden kis dolog nagy dolog. Tehát, hogy mindennek, minden, sosem nem, tehát nem tudjuk eldönteni azt, hogy minek van igazán jelentősége az életben, és hogyha észreveszünk, megpróbálunk, nem azt mondom, hogy mindent jelet értelmezni kell, mert akkor most látunk a plakáton egy valamilyen alakot, aki nem tudom mit, és akkor, tehát ez könnyen átmegy babonába is, ezotériába, és minden egyébbe, de hogy az, hogy az Isten, ember az Isten erőterében elkezdi élni az életét, és kap egy belső választ, egy indítást, egy gondolatot valamire, és azért itt nyilván ez a művészethez egy kicsit kapcsolódik. Te adás előtt, vagy beszélgetés előtt pont erről beszélgettünk, hogy nyilván a művészetnek valahol az is feladat, értelmezze a világot, vagy próbálja meg megérteni azt, hogy mi van a levegőben, mik foglalkoztatják az embereket, és hogy milyen válaszokat kell adni az érzelmek, vagy a gondolatok szintjén. Sőt, hát akkor Ady Endrének az Úr érkezését behoznám, amikor ugye csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Egy olyan élmény, most itt magam elé festettem azt a képet, hogy behozod a művészetet, hogy hány olyan Isten élmény születik egy műalkotás közben, vagy meghalljuk a Jóisten szavát, ami ott, abban a jelenben történik, és ez abszolút a kifejeződése, vagy egy eszköz ugyanúgy. De hogyha már a jelent és a jeleket behozod, akkor ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy honnantól tudjuk értelmezni, hogy akkor ez jel volt? Vagy csak a gondviselőnek a segítsége? Vagy elgondolkozom azon, hogy valamit másként kellett volna csinálnom, és most akkor ez egy jel, hogy változtassak rajta? Vagy ez csak a
X az X-edik ennek a véletlen egybeesése? Tehát ebben, atya, mit gondolsz, hogy... Nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mi miért történik. Általában, hogyha valakit valamilyen tragédia ér, súlyosan megbetegszik, az első kérdés az, hogy miért? Miért pont én? Ezt érdemeltem? Valamint változtatni kell? És nyilván nem egy lábtörésről beszélnek, hanem egy ilyen súlyosabb betegségről, ami nem heverhető ki néhány hét alatt. Mindig ott a kérdés, hogy miért. És nagyon gyakran nincsen rá válasz. Nem tudjuk. És a keresztény embernek a válasza az egy alázattal teli Jézuson bízom benned. Hát nem tudjuk, hogy mi miért történik, de Pál apostol azt mondja, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. A rossz dolgokért is. Ez paradoxonnak tűnik, de én megtapasztaltam, hogy milyen ereje van annak, hogy tudok hálát adni azokért a dolgokért is, amik akkor abban a pillanatban nem tűnnek jónak. Mondok egy példát. Hittantáborban, hazafele jöttem, akkor egy Trabant boltok tulajdonosa voltam, és az egyik városban esett az eső, jöttünk hazafele, és kivágott elém egy Mercedes, és hát én beletapostam a fékbe, és csúszott kifelé a kis Trabant, és hát egy szembelevő autónak a hátsó kereke mögötti részt így elsúrolta, és hát a Mercedes is elment, úgyhogy hát ki lesz a hibás, akkor nyilván én, mert a másik tényleg semmiről nem tehetett. Mondom, dicsőség az Úrnak. Ez volt a reakció, mikor ez összejött ez a kis karambol. Én annyiban voltam hibás, hogy 50 helyett 60-nal mentem, és esett az eső, kanyar volt, oké. Egy hónapban később jött egy levél a egyik biztosítótól, hogy ez az ember akkoriban 18.300 forintért csináltatta meg az autóját, ha én ezt befizetem, akkor a bónusz-máluszom nem romlik, tehát nem kell többet fizetnem a kötelező biztosításért. És leültem az íróasztalomhoz, hogy Istenem, áldalak és magasztalak téged, hogy be kell fizetnem egy pénzt, és egy fityink sincs a zsebemben, de tudom, hogy te mindenből jót tudsz kihozni, dicsőség legyen neked. Jött az ötlet, hogy felhívom azt a lányt, akinek a hittantábornak anyagi része volt rábízva, mondtam, hát, hogy pár ezer forinttal be tudnak szállni, mert ugye én igazából amiatt mentem autóval, hogy a hittantábornak a cuccait tudjam vinni, és fölhívom, mondom, ez van, és azt mondja, mennyit kell összesen befizetni? Hát mondom, 18.300-at. Maradt 19.000 forint, ezt majd befizetjük. Hát gyakorlatilag egy 5 percen belül megoldódott a helyzetem, aztán végül is nem fizettem, mert utána számoltam, hogy nem romlik annyit a bónusz-málusz, hogy megéri ezt befizetni, de rögtön megvolt a megoldás, hogy és egy csomó esetben ez a hit és bizalommal teli válasz, hogy Uram, én hálát adok neked ezért. Nem értem, hogy miért történik, nem értem, hogy miért késtem le a buszt. Volt olyan, aki lekéste a 4-es-6-os villamost, biztos mérges volt, amikor az alatt robbantották fel a Margit hitat, akkor már biztos, hogy hálás volt érte. Volt egy anyuka, akinek volt egy nagyon verekedős gyereke. Iskolabusz vitte őket mindig, és jött a hír a faluba, hogy a busz vonattal ütközött. Anyuka futott ki a kereszteződéshez, megőszült, mire kiért. Nem tudom, ennek milyen orvostudományi alapja van. Aztán kiderült, hogy a srác, mivel verekedett, lekéste a buszt. Nem volt rajta. Nem tudjuk. Egy utolsó sztori. Indián faluban megszökik az indiánnak a lova. Jönnek is a szomszédok, hogy micsoda bal szerencse. Lehet, hogy szerencse, lehet, hogy nem. Pár nappal később visszatér a ló, és 5 mustángot hoz magával a pusztából. Jönnek is a szomszédok, hogy micsoda szerencse? Lehet, hogy szerencse, lehet, hogy nem. És a fia elkezdte betörni a lovakat, és egyszer csak leesett az egyikről, és eltört a lába. Jöttek is a szomszédok, hogy micsoda bal szerencse? Hát lehet, hogy bal szerencse, lehet, hogy szerencse. És aztán háborúba került az ország, és elvitték az összes fiatal embert, kivéve őt, mert hogy el volt törve a lába. Jöttek is a szomszédok, hogy micsoda szerencse? Értjük, hogy a Jóisten táblatából, az örök élet szempontjából nagyon sok minden egészen más előjelet kap, mint ami abban a pillanatban tűnik, hogy ez most negatív vagy pozitív. Ez a gondviselés titka. Annyiból hadd egészítsem ki, és már tudomány, hogy nem csak a tudományban lehet kísérletezni és cáfolatokat szerezni, hanem a kísérletezés által talán megerősítést is lehet szerezni. Én mostanában előszeretettel kísérletezem. Hát lehet, hogy azért, mert így challenge-el, vagy ilyen kihívások elé állít a Jóisten, hogy lehetetlen helyzetek elé kerülök, de tényleg az elmúlt hetekben, és akkor nincs is más út, szóval, hogy már nem is próbálok keresni saját erőből megoldást, hanem
hanem tényleg bekötött szemmel megyek előre, és a sziklán is lelépek, és úgy vagyok vele, hogy majd a Jóisten megoldja. És eddig azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg működik. Én csak bátorítok mindenkit, hogy néha érdemes egy kicsit kísérletezni, mert is szeretünk olyan kis konformista életet élni, hogyha fáj, akkor előtte, már jóval előtte bevesszük a fájdalomcsillapítót, meg műtét után is, hogy soha ne fájjon, most már lassan szülésnél mindenki epidurálással, hogy még véletlenül se legyen semmi, pedig annak a fájdalomnak által fontos jelentősége van. Sőt, sokan ugye most már egy programozott császárra mennek, ami megint csak a gyermeknek se jó. Szóval ezt hosszú listát lehetne sorolni, de hogy ebből a konformizmusból egyszerűen ki kell lépni, és nincs más út, mint az, hogy vállaljuk azt, hogy merjünk bizalmat szavazni a Jóistennek. És mondom, én számtalan olyan helyzetben voltam, hogy hát azért, amikor a Ferenc pápával, Kornéla, ott voltunk a 11 000 ember előtt, és 5 perccel, vagy 3 perccel a műsorkezdés előtt derült ki az, hogy semmi nem úgy lesz, ahogy előtte lévő 3 nap alatt próbáltuk. Hát az egy dolog, hogy fogytunk 10 kilót fejenként, ami talán nekem nem is ártott, de hát azért, és senki nem vett belőle észre semmit. Tehát egy teljesen lerendezett adás ott helyben. Maguk a műsorszerkesztők, illetve hát a tévések mondták azt, hogy ezt lehetetlenség lehozni, vagy lehetetlenség lett volna így lehozni. Pont. Nagyon sok olyan... Hadd reflektáljuk egy picit arra, amit elhangzott, hiszen az alapkérdés az azt feszegeti, hogy van-e okozat, mi miért történik, mi az értelme a eseményeknek. És különösen olyan időszakban, ami szerintem az egész emberi történelmet mindig tarkítja, a tragédiák. És, mert a tragédiát, a sorcsapásszerű események azok mindig azt a kérdést feszítik nekünk, hogy hát hogy lehet egy szerető Isten, hogy engedheti ezt meg. És ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy az, hogy mi miért történik, és egyáltalán az életünket érintő események, jártálunk egy-egy eseményre. Szerintem ezeken a történeteken keresztül is ez jött át igazából. Tehát az, hogy mi hogyan éljük meg, és mi hogyan reagálunk az eseményekre, és milyen jelként szerepel a mi saját életünkben, és hogyan növünk fel a feladathoz. Tehát milyen új feladatot jelent számunkra. Hadd illusztráljam ezt is egy személyes példával, ez egy sorcsapásszerű példa. Ez valamikor nagyon 5 évvel ezelőtt történhetett. Ott ültünk az ebédnél, nagy család, és jött a hír, legkisebb unokánk, autizmus gyanú. Hát az első kérdés, hogy miért pont velünk? Hát mit ártott ez a gyerek? Ez ártatlan, másfél éves kisgyerek, hogy ilyen sorcsapás autizmus egész életére. Vagy mit tartottak a szülei, vagy a lányunk, hát szóval egy kiválóság, és hát egy mélyen hívő valaki, hát hogy? Hát ez egy sorscsapás. És hogy nem, én akkor itt azt találtam mondani, idéztem a Szentírásból János evangélium, a vakon született ember. Hogy hát ugyanezeket a kérdéseket tettük fel magunknak, ez ugrott be, mint amit az apostolok tettek fel a Krisztusnak, hogy ki vétkezett? Tehát ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek, hogy vakon született, ez a sorcsapás érte? És hát Krisztus válasza, hogy hát senki sem vétkezett, mindez azért van, hogy az Isten hát megnyilvánuljon általa. És hát ezt úgy bedobtam, persze nem voltam túl népszerű abban a szituációban, de ezt máig így gondolom. Tehát a nagy kérdés az, hogy mi mit csinálunk ebben a helyzetben, vagy a mi gyermekeink, hogy reagálják le ezt a helyzetet, hogyan transformálja akár egy ilyen tragédia, egy sorcsapás a mi életünket, mivé válunk általa, jobbakká válunk általa, vagy hogy föl tudjuk-e használni bármely sorcsapást arra, hogy mi magunk jobbá váljunk. És őszintén most úgy látom, így most évek távlatában, hogy ez a kislány, aki, ez a kis unoka, aki azóta most már 7 éves, és hát valószínűleg sosem fog megtanulni beszélni, de egy mosolygós kis csöpség, és hát mindig gyermek marad. És hát amit Krisztus ugyancsak mondott, hát
ilyenek ki a mennyek országa. És ő mindig erre, tehát mindig erre fog minket figyelmeztetni, hogy hol is van a gyermek az Isten országa. Úgyhogy valahogy okokozat, értelme a jeleknek, sorcsapásoknak, rólunk szól ez a történet. Mondhatjuk azt, hogy a Jóisten mindig keresi, hogy hogyan tud minket a kihívások elé állítani, hogy jobbá váljunk, hogy változtassunk, hogy eleve keressük a megoldást, mert miközben mondtad a 18 ezer forintos történetet, már is hozzátetted, hogy persze megköszönted, de már utána nem tetted fel a lábaidat, hanem elkezdtél gondolkodni, hogy mi a megoldás. De ez amúgy nem megy ilyen könnyen, tehát azt valljuk be, hogy ehhez kell egyrészt egy végtelenül nagy hit és egy bizalom a Jóistenben, kell egy alapkarakter is szerintem, tehát hogy mindennek az összessége, hogy akkor fel tudjad így fogni, és tudjál úgy elébe menni ezeknek a helyzeteknek, amúgy a nap 5000 órájában, mert akkora a pörgés és rengeteg ilyen kihívás elé állít bennünket a Jóisten. Gyakorlás kérdése. Tehát, hogy az, hogy van hitünk, az annál erősebb lesz, minél többször visszaigazolja az élet a hitünknek az igazságát. És én azt tapasztalom, hogy próbálok a krisztusi tanítás szerint élni, és az élet visszaigazolja, hogy igaz. Ezt jó lenne egyébként sokfelé megtapasztalni, hogy nem mindegy, hogy miben hiszünk. Sőt, hogyha azt látom, hogy valaki olyan dologban hisz, ami nem igaz, abból tragédiák lehetnek. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki indított el az autótokat akkoriban, hogy ez a kislány kapcsolatban valamit sebességbe, hogyha azt hitte, hogy ő tud vezetni egy autót, hát majdnem tragédia lett belőle. Nem tudjuk. És ezért nekünk nagyon is kell keresnünk a hitünk igazságát. Barsi Balázs atyát említetted, Marci. Ő mondta egyszer, hogy ha valaki elhagyja a katolikus egyházat, akkor azt mondja, hogy nyugodtan menjen. Mert ha a szíve legmélyéből keresi az igazságot, akkor vissza fog térni. Hát szabad elengedni. A tékozó fiú apja is elengedte a gyereket, és nyitott arra, várta vissza. És a Jóisten biztos, hogy legfőbb célja az, hogy őt megismerjük, és hogy hát örökké vele fogunk élni. És ez már ugye itt a Földön elkezdődik, ez a közös kaland. Hogy az, hogy ezt milyen módon éri el, ez nagyon izgalmas kérdés. Hogy valakinek egy nagy katasztrófára van szükség az életében, van, akinek sokkal kevesebb is elég. Emlékszem, mikor még kaposfüredi plébános voltam, és akkor hallottam vissza, hogy a buszon beszélget, hogy milyen jó ilyen fiatal atyánk van, de mi történhetett vele, hogy pap lett? Tehát, hogy nem mindenki tudja felfogni azt, hogy ez katasztrófa nélkül is kaphatunk hivadást a Jóistentől. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt a Jóistenre bízhatjuk. Ő neki biztos, hogy lehet, hogy éppen mi vagyunk az eszközei abban, hogy valakit hozzá közelebb segítsünk. Hát ezt hívjuk evangelizációnak. Örömhír továbbadása. És hát most gondolj bele megint történelmi dolog, hogy ott van a 12 apostol, meg 72 tanítvány, és aztán 3000-en megtérnek Jeruzsálemben pünköstkor, az egyház születése napján kiárad a Szentlélek, és onnantól kezdve ugye hát üldözik a kereszténységet, és ennek köszönhető az, hogy amilyen messze csak elüldözték, ők nem csöndbe voltak ott, hanem ott is vitték a hírét. Ha nincsen keresztény üldözés, lehet, hogy lesz egy ilyen kisebb csoportot Jeruzsálemben, elvannak, aztán szépen kihal. Ehhez képest viszont amerre mentek, ahova elüldözték őket, ott továbbadták az örömhírt, ezért köszönhető az, hogy több ezer kilométerrel arrébb, 2000 évvel később itt mi Magyarországon hallhatunk az örömhírről. Tehát mi miért van? Megint egy kis tudományos példa. Körül kerítettek egy erdőterületet, mondva, hogy ez egy kísérleti terület, nem avatkozunk semmibe bele. Bármi is történik. És egyszer csak tűzvész ütött ki, és ott volt a kérdés, hogy most akkor ezt megállítsuk-e, vagy nem, és azt mondták, hogy nem, ez egy kísérleti terület, engedjük, hogy ez így történjen. És utólag derült ki, hogy van olyan növény, aminek a magja akkor pattan ki, hogyha nagyon nagy hő éri. Tehát, hogyha tűzvész érte, na akkor tudott kipattan, és abból lett egy új élet. Sosem tudjuk. Tehát azt mondja, Jóisten mit, hogyan intéz? Ugyanez teljesen jogos a kérdések, a miértek, hogy hát ugye volt szó vulkánokra, ami kitört, de a vulkán az ember előtt is itt volt már, és akkor is ugyanennek a törvényeknek köszönhetően püfögött, vagy tört ki éppen, vagy éppen maradt szunnyadóban. És akkor is mondani, hogy miért engedte meg az Isten, hogy? Ugye ez a legfőbb kérdés. És egy csomó ember, ugye bármilyen tragédia éri, két esély van, vagy sokkal szorosabb kapcsolatba kerül Istennel, vagy hátat fordít neki. Általában nincsen köztes út.
És a kérdés az, hogy miért velünk történt, hogy engedhette meg. Ha Isten jó lenne, akkor ezt nem engedné meg? Sorolhatnánk pedig. Szerintem jó Isten néha csak így megvonja a vállát, hogy bocsánat, miért egyenesítette ki valaki azt a kanyart, és zuhad le a kocsival? Vannak fizikai törvények, van tapadási együttható, ki van rakva a sebességkorlátozási tábla, az is ott van, hogy ne így áll előtte. Tehát, hogy annyi minden, és hát, hogyha mindezt megszeged, akkor én nem tudok már mit csinálni. Tehát, hogy néha tanulunk az életből, és hát ez élni tudni kell, és a kisgyerektortól kezdve mindent megtanulunk, hogy hogyan kell. De a Jóistennek ez is lehet eszköze. De nem feltétlenül kell, hogy ez így legyen, sokkal finomabban is tud hívni. Csak eszembe jutott, mostanában hallottam szintén, Thomas Mertont sokan megkeresték valamilyen probléma vagy tragédia kapcsán, hogy szerelmi bánat. Mindenre csak azt mondta, hogy majd elmúlik. Meghalt valaki, gyász. Majd elmúlik. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy cinizmus-e, vagy mi ez a válasz? És aztán arra jöttem rá, elhangzott ez a transformáció, hogy valójában igen, arról van szó, hogy azért múlik el, mert tulajdonképpen a Jóisten minden helyzettel valamit tud kezdeni velünk közösen. És itt azért hozzátenném, hogy az Isten-ember kapcsolat az nem olyan, mint a Mári Rádió, hogy van egy adó, és van egy vevő. A Mári Rádió adja az adást, nem tudom milyen toronyból, és a hallgatók pedig veszik egy rádióval, hanem egy együttműködés. És a kettő között van egy nagy különbség. Nem csak bekapcsoljuk a rádiót, hanem valahogy rá is hangoljuk, és most ebből a analógiából ki is lépnék. Tehát, hogy az Isten-ember kapcsolat egy együttműködés, és en alapszik szerintem, és az, hogy majd elmúlik, ez rajtunk is múlik. Tehát az, hogy hogyan, mit kezdünk van egy ilyen családi mondás, hogy mit kezdjek a csalódásaimmal. Szerintem zseniális mondás. Mit kezdjek a csalódásaimmal? Legyek cinikus? Ordibáljak ki az autóból a másik autósnak? Vagy legyek depressziós? Mit kezdjek a csalódásaimmal? És egy személyes dolgot nem akartam idehozni, mert olyan narcisztikusnak is tűnheti, az ember a saját életéről túl sokat beszél, de most született júniusban, tehát nyár elején 4. gyermekünk Down-szindrómával. És olyan 18-20 hetes volt, amikor ezt megtudtuk. Soha nem gondoltam, hogy ebbe a klubba úgymond bekerülök, vagy bekerülünk itt családilag. És mindig, amikor történik velem valami, akkor így leülök, és így elkezdek gondolkodni, és figyelem azokat az érzéseket, hogy mik jönnek elő bennem. Tulajdonképpen egy spontán elkezdem transformálni magamban a gondolatokat. És az volt az első gondolatom, hogy elképzeltem magamat 90 évesen, mondjuk élek addig, vagy 85, akármennyi, és csinálok egy leltárt az életemről. És az az érzés volt bennem, hogy ebbe az öregkori énembe belehelyezkedve, bármilyen furcsán hangzik, az az érzés volt bennem, hogy nem lesz bennem az az érzés, hogy szép életem volt, de ezt a gyermeket kihagytam volna. Tehát azt fogom érezni, tudom azt, hogy most is tudom azt, hogy beszélek róla, hogy azt fogom érezni, hogy ennek így kellett lenni, és ez így volt szép, így volt kerek, és még mi mindent nem tudok, hogy miért volt ennek értelme. És hogyha ezt fogom érezni, mármint gondoltam ezt, ha ezt fogom érezni, akkor most miért ne örüljek, és miért ne fogadjam el előre ezt a dolgot, hogy így alakul az életünk, és minden örömével és nehézségével együtt. Úgyhogy ez jutott még eszembe ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy behoztad ezt az adóvevő példát, és ugye az, hogy ketten vagytok ebbe benne a Jóistennel bármilyen helyzetben, és ugye ha itt beszélünk a jelekről, hogy most akkor véletlen vagy nem véletlen, ugye Atya, te itt említetted a beszélgetés elején, hogy meg kell hallani az Isten szavát, de az ilyen helyzetekben, amikor, tehát egyrészt kell hozzá a másik ember, kellek én hozzá, hogy egyáltalán valamelyest megtaláljam azt a felületet, vagy azt az adóvevő közötti kapcsolatot, hogy létrejöjjön ez a kapcsolat, és még akkor sem könnyű szerintem mindig meghallani a Jóisten szavát, és hogy stílusosan ugye ide behozzuk a refréneteket, hogy új lángot lobbants bennem, amikor
kétség járna át. Nagyon nehéz sokszor ilyen nehéz helyzetekben megkülönböztetni, hogy akkor ez most az én gondolatom, vagy a Jóisten sugallata, vagy lehet, hogy a kísértés. Hogyan lehet ezt megkülönböztetni akár, vagy milyen utat lehet bejárni? Ez nem is egy új keletű probléma, hogy halljuk valakit, nekem a Jóisten arra indított, hogy, és akkor biztos, hogy ő volt. Ezt megkülönböztetésnek hívjuk, hogy ugye Pál apostol is figyelmeztet erre, hogy a lelkeket különböztessétek meg. Hogy jön egy ötletem, hogy ez az Istentől van, magamtól, vagy éppen a sátántól. Nem mindegy. És tudjuk azt, hogy a sátán is tudja magát a világosság angyalának tettetni, tehát olyan jónak tűnik. Nagyon egyszerű példát mondok, elhatározom, hogy imádkozni fogok, leülök. Legjobb gondolatok akkor jutnak eszembe, hogy mit kéne ehelyett csinálni. Ezt gondolom, egyedül vagyok ezzel a problémával, de talán máshol is előfordul. Nálam ez a takarításnál van így. Az is jó. De eszünk, hogy a Manci nénit még fel kell hívni, még be kell vásolni, mert hiányzik a hűtőből valami, még nem tudom, e-mailt kell írni X-nek. Na ezért szoktam azt, hogy ha leülök imádkozni, akkor ott van vagy a telefonom, vagy egy papír ceruza, és felírom az ilyen jött ötleteket, hogy ne az legyen, hogy most itt vagyok egy órát szeretnék a Jóistennel tölteni, hogy azon jár az anyám, hogy el ne felejtsem az óra végére, hogy mit kell csinálnom. Hogy szépen leírom, sőt, imává alakítom, hogy uram, áld meg a Manci nénit, vagy nem tudom, tehát hogy aki éppen eszembe jutott. Ez az első, hogy honnan tudom azt, hogy a Jóisten szólt, vagy nem. És itt hadd térek vissza, mert ez összefügg az, hogy a Szentírásból vannak nehézségeink. Ugye szoktuk mondani, hogy lehet Istennel kapcsolatba lépni, imádság, Szentírás, szentségek, egyház, lelkivezető, szentek közössége. Tehát ez mind-mind segít abban, hogy Istennel találkozzunk. Megkülönböztetésben mindezek benne vannak, hogy mit szólnak a bölcs keresztények, hogy tényleg ez a hivatásom vagy nem, ez egy másik kategóriás kérdés. De hogy a Jóisten megszólítja az embert, és hogy Ábrahám az első, akit megszólít, Úr városában, igen, én nagy népét teszlek, megsokasítalak, mint csillagokat az égen, és áldásban részesül átad minden nemzedék, stb. És ezért Ábrahám útnak indul, hogy még egyszer hallja az Isten szavát. Tehát aki egyszer hallotta már a Jóisten hangját, és biztos benne, hogy tényleg ő volt, mindent megtesz azért, hogy újra hallja. Nagyon, amikor valakinek van egy kedvenc együttes, és minden városba elmegy a koncertre, még hallja. Na most az Ószövetségben néha azt látjuk, hogy nagyon furcsa dolgokat kér az Isten. Józsué, menj be a városba, és írts ki mindenkit. Csecsemőt, állatot, mindenkit. Istentől van. És akkor itt van az, hogy most képzeljünk magunk elé egy téglalapot. Annak idején Székely János püspök tanította nekünk, hogy hogyan vegyük a Jóistennek az üzenetét, pontosan, amit a Szentírásban találunk. Tehát látunk benne tévedéseket is emberek részéről. Hogy akkor most igaz, mégse igaz, hogyan kell ezt jól venni. Hogyha elképzeljünk egy téglalapot, ez a kinyilatkoztatott igazság, és alul van egy idővonal Ábrahámtól egészen Krisztusig. És egy átlót fúzzunk ennek a téglalapnak a belsejébe, és a két kialakult háromszögbe, az alsóba írjuk be a tiszta isteni üzenetet, és a felsőbe a gyenge, gyarló emberi közlésmódot. Tehát a Jóisten nem lediktálta az ő dolgait, hanem az embernek átadta, aki az akkori kultúrája, élettapasztalata alapján leírta. És azt látjuk, hogy Ábrahámnál még nagyon nagy a gyenge, gyarló emberi közlésmód, és kicsi az üzenet, és hogy közeledünk idővel Krisztus felé a prófétákon keresztül, egyre tisztább az üzenet, és egyre kevesebb a gyarló emberi közlésmód, és eljutunk Krisztusig, aki ugye Isten, aki emberré lett, és a kinyilatkoztatásából már minden tisztán látunk. Ott már a teljes igazság jött el Krisztusban, ő maga az igazság, és innentől kezdve akkor hogyan álljunk az Ószövetséghez? Nagyon egyszerű. A krisztusi tanítás fényében nézzük meg, hogy mi igaz belőle, és az volt a tiszta isteni üzenet. A többi a gyenge emberi gyarló közlésmód. Mondok egy példát, hogy most mit kezdjünk azzal, hogy amikor kivonulnak a választott név fiai vagy Egyiptomból, akkor kétfajta leírást látunk. Egyfelől, hogy hirtelen nagy szél támadt, és kiszárította ugye a sástengert, és szárazlábban mentek át a vizeken. Másik, hogy két oldalt úgy állt a víz, mint a fal, és úgy mentek át. Akkor melyik az igaz? Kiderül, hogy amikor a Jordánon átkelnek, ott volt ilyen, hogy ott tényleg lezárult a folyó, és át tudtam, és onnan került át ide egy rész. De most akkor az egyik, de végülis teljesen mindegy, mert ennek a csodának nem a fizikai megmagyarázása a cél, hanem ez egy konstellációs csoda.
a dolgok együttállása, hogy éppen akkor voltak ott, éppen úgy. Mellesleg a napóleoni seregek vesztek oda, mert ott a dagály az nem balról jobbra jött, hanem így alulról fölfelé, és nem tudták merre meneküljenek. Tehát sokkal később, több évszázaddal később. És hogy ennek a csodája az, hogy éppen akkor, amikor ott voltunk, akkor ez így történt. És ezért mind a mai napig, ugye a húsvétkor a zsidó testvérünk ezt a szabadulást ünneplik a szolgaságból a szabadságra, és Isten nagyságát akarják kiemelni mindezzel. Úgyhogy már érthető, hogy akkor azokat a részeket, amik valóban az emberi közlésmódnak köszönhetően torzul, azt a krisztusi tanítás fényében tudjuk helyre tenni. És akkor azt látjuk, hogy hát a nem makulátlanul érkezett az isteni üzenet, de Krisztusban, hál' Istennek, már tudjuk a teljes kinyilatkoztatást. Hamarosan folytatjuk még itt a gondolatmenetet. Most a szünethez elérkeztünk. Buzdítjuk a Mária Rádió oldalának a nézőit, hogy nyugodtan írjanak az elektronikus felületen kérdéseket, illetve az itt jelenlévőknek is mondjuk, hogy most itt az ajtón kívül az asztalnál lehet papírt és tollat ragadni, és egy pár kérdést feltenni, amennyiben szeretnének a jelenlévőktől kérdezni. Sajnos nagyon szűkös az idő, annál több nagyon-nagyon izgalmas gondolat kerül itt terítékre, tehát néhányat fogunk tudni ebből feltenni és megválaszolni, de egészen bátran kérdezzenek. Most egy kis levegővétel következik pár percnyi szünet által, és utána jövünk vissza. Ismét szeretettel köszöntünk mindenkit itt felfrissülten a teremben, illetve az éterben, és folytatjuk ezt a nagyon izgalmas beszélgetést. Köszönöm, hogy ennyire sok jó személyes példát hoztatok be, és reméljük, hogy ez még folytatódik. De mielőtt folytatjuk azt a gondolatívet és gondolatmenetet, ahol befejeztük, érkezett jó pár kérdés. Nem állítom biztosan, hogy teljesen ugyanúgy fogom tudni felolvasni, de törekszem rá. És akkor lehet, hogy egy kis segítséget kérünk. Tehát első hosszú megszólalás. Tudomány és hit van, amikor ugyanaz? Ez a kérdés, és utána jön az alátámasztása. Heisenberg határozatlansági relációját Einstein nem hitte el. Tellere, de a fizikusok istenének nevezte. Azt állítja, hogy a ma megmérhetetlen, így a holnap kiszámíthatatlan. Pál apostol. Tanításom és igehirdetésem nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból, hanem a lélek és az erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon. Tehát a kérdés az az, hogy a tudomány és hit az van, amikor ugyanaz? Szóba került a Heisenberg-féle határozatlansági reláció, és ugye az, hogy mennyire bizonyos a mi tudásunk. Elnézést, egy percre álljunk meg, hogy egy kicsit, hogyha azt elmondanád, mindjárt hogy az mit jelent. Rá fogok térni. Hát erről szólt tulajdonképpen a maga a kérdés. Hát én azt gondolom, hit és tudás az nem egészen ugyanaz. A hit, az általános hit, most elvonatkoztatva szűkebben, fókuszáltabban értelmezett, ugye, személyes istenhittől, az általános hit az egy képpen valóban egy tényleg egy bizalommal való elfogadást, ráhagyatkozást jelent. Elfogadom, igaznak fogadom azt, amit hallottam, amit a többiek is annak tartanak. A tudás az azért ennél bizonyosabbat jelent, tehát az már tudomány, tehát természettudományban alapvetően ugye azoknak a teóriáknak, elméleteknek a kollekcióját jelenti, amelyek jelenleg is azt a tudásbázist alkotják, amelyet tanítunk a diákoknak. Ezen belül a Heisenberg-féle határozatlansági jel vagy reláció az egy tulajdonképpen egész a tudomány filozófiát megrengető, megmozgató, fantáziát megmozgató hát teória, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen valóság. És itt egy mellék gondolatot hadd fűzzek ide. Nagy kérdés az, hogy abszolút a tudományos igazság. És, vagy változik a tudományos igazság. Ha változik, akkor nyilván nem lehet abszolút. És azért azt látjuk, hogy a tudományos igazság az változik, amit pár száz évvel, vagy 100-150-200 évvel ezelőtt mondjuk csak feltételezik, hipotézisként tartottunk, például az atomoknak a létezése, az egy hipotézis volt, Dalton
féle atomi hipotézis, az ma már tényként kezeljük. Tehát végül is hipotézisekből lehet elmélet, és abból lett tény, amit úgy fogadunk el igaznak, hogy van. A határozatlansági reláció is egy olyan tulajdonképpen megfigyelésekre alapuló, azokat alátámasztott, nagyon izgalmas összefüggés, amely egyszerűen azt mondja ki, hogy egy parányi részecske, mondjuk egy elektronnak a mozgási sajátosságát és a helyzetét, vagy helyét tetszőleges pontossággal egyszerre nem tudjuk meghatározni. Tehát ez azt jelenti, ha én megfogom az elektront és a helyét pontosan meghatározom, akkor a mozgását nem tudom megállapítani, éppen merre mozog, milyen impulzust hordoz. És ez tehát tetszőleges pontosággal nem tudom ezt. Tehát van egy bizonytalanság ebben, amelyet sokan úgy értelmeznek, hogy ez fajta korlátot jelent a megismerhetőség számára. Tehát valójában korlátozott a mi megismerhetőségünk, és ez egyébként ez egy nagyon fontos kijelentés, és fontos elv, amely máshol is tetten érhető. Itt van a Gödel-féle ugye tételek, amelyek tulajdonképpen hasonlót, a matematikai logikában hasonlót állítanak. Tehát tulajdonképpen a tökéletes, a teljes meg nem ismerhetőségről szólnak. Tehát tulajdonképpen, hogy azt üzenik ezek a törvények, tételek, elvek, hogy valójában van egy korlátja az emberi megismerhetőségnek, van egy bizonytalanság benne. Ez nem szabad, hogy elbizonytalanítson minket természetesen, azon törekvésünkben, hogy mind jobban és pontosabban megismerjük a természetet, ezen dolgozunk sokan, de ez valahogy ilyen, úgy szoktam fogalmazni, hogy aszimptotikusan, tehát hát közelítjük a mondjuk a teljes igazság megismerését, de végül is csak végtelen idő után érjük ezt el. Tehát én nem állítom, hogy a hit és a tudás az ugyanaz, és ha szabad még egy gondolatot, csak azért, hogy kicsit jobban elbizonyítanítsak mindenkit. Ugye a tudománynakban nagyon fontos a megismételhetőségnek a szerepe, és a kísérlet általi megismerhetőségnek a szerepe elképesztően fontos. Ugye ez azt jelenti, hogy én tetszőlegesen meg tudom ismertelni az kísérleteket, és hogyha a körülmények ugyanazok, akkor ugyanaz az eredmény kell, hogy kapjam bizonyos szóráson belül. Na de, ha én elvégzek egy kísérletet, mondjuk én leejtek egy tárgyat innen, mint ahogy 1590-ben Galilei tette a pizai fekete-toronyról, leejtett egy golyót, aztán egy fagolyót, egy fémgolyót, és megmérte, hogy először mérte meg, hogy ezek tulajdonképpen ugyanolyan gyorsulással közlekednek. Ezt meg lehet mérni, és ezt ma is meg tudjuk tenni. El lehet menni a pizai fekete-toronyra, meg lehet ismerteni a galilei kísérletet, és tulajdonképpen ugyanazt kapjuk, vagy mégsem. Az összes körülmény lehet, hogy ugyanaz, egy azonban biztos, hogy az órám más időt mutat. Mert közben az idő telik. Erről gyakran megfeledkezünk, mert az idő függvényében mindig más és más az univerzum, más a világ. Változik a világ, és nem tudjuk, lehet, hogy csak nincs olyan eszközünk, amelyel kimutatható az a változás, amit az idő hozott, de tulajdonképpen ez nem elhanyagolható. Csak nincs olyan egyenlő olyan mérőeszközünk, mint amivel ezt ki tudnánk mérni. Szóval az előző fázisban, ugye az a jel, talán Marci mondta, hogy a rádióhullámok. Na de rádióhullámokról, hát 150 éve mit se tudtunk, hogy léteznek. És kommunikálunk általa. És ugye ezek a láthatatlan közeg, ami lehet, hogy van még másféle láthatatlan közeg is. És ez az, ami minket nyilván kanyarít minket a személyes istenhithez, hogy az a nyelven, amivel mi beszélünk az Istennel, az egy ilyen természettudomány számára, ugye egy egyelőre láthatatlan, megfoghatatlan entitás, de vannak ilyenek. Tulajdonképpen nekünk az a fontos, hogy azokat a jeleket is, amit egyelőre nem tudunk mérni, azokat is valamilyen módon percipiáljuk. Tehát összefoglalva, én nem teszek egy nyelőségjelet a hit és
hit és a, nem is tudom, hogy volt a hit és a tudomány között, de szoros kapcsolatban állnak egymással a korábban említett okok miatt. Hogy mondjam hozzá, hogy a minél kevesebbet tud valaki, annál biztosabban állítja. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, hogyha így van, tehát hogyha ha egy kis körként ábrázolom a tudásomat, akkor a körülöttem van az ismeretlen, és minél nagyobb a tudásom, annál nagyobb felületen találkozik az ismeretlennel. Tehát a nagy tudósok egyre finomabban állítanak dolgokat, mert azt mondja, hogy ki tudja még. És visszatérve ugye a kérdés, a tudomány, mert ugye Pál apostol azt mondja, hogy mi nem olyan emberek által bizonyított dolgokat tanítunk nektek, hanem pontosan azt, ami isteni kinyilatkoztatásból van, és itt jön a hit. Tehát éppen azért, hogy tehát hogyha Isten létét emberileg bizonyítani lehetne, akkor maga a bizonyítás már nagyobb lenne, mint Isten. Persze, vannak Isten bizonyítékok, sokfajta van, filozófiai utak, egyebek, de a pálapostoli megfogalmazás az az, hogy ő is a kinyilatkoztatásból kapta, a feltámadott Krisztustól kapta a kinyilatkoztatást, és azt adta tovább, hogy ne olyan tudást adjunk tovább, amit emberek eszeltek ki, hanem amit Isten közölt önmagáról. Tehát itt egy alapvető különbség van, hogy Jézus nem egy olyan Isten, aki ember volt, és mi tettük Istenné, hanem Isten, aki önmagát emberré tette. És végül a kapcsolat a hit és a tudomány között pedig éppen az, hogy ugye tipikus példa, valaki előveszi a Bibliát. Elkezdi olvasni, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, olvassa tovább, és elolvassa a hatnapos teremtés történetet. Este lett is reggel a harmadik nap, ezt is azt megteremte az Isten, hetedik nap pedig megpihen. Na, itt szokták becsukni, hogy hát milyen hülyeség ez, mert tudjuk, hogy már nem tudom, 15 milliárd évvel ezelőtt volt az ősrobbanás, vörös eltolódásból tudjuk, hogy tágul a világegyetem, tehát akkor a Biblia hazudik, és innentől kezdve az egész hiteltelen. Nyilván itt azért teszik le a Bibliát, mert hiányzik egy háttértudás, hogy a Biblia nem egy természettudományos könyv. A tudomány a hogyanra adja a választ, a Biblia pedig a miértre. Tehát amit ki akart fejezni a hatnapos teremtés történet leírásával, az, hogy van ennek a világnak egy teremtője. Ez alapvetően szembe megy a materialista felfogással, miszerint az anyag örök, és csak alakul. Tehát itt látszik, hogy ahogy az előbb is mondtam, a Jóisten az akkori kornak a kultúráján, emberi tapasztalatán keresztül írja le mindezt, és ráadásul gyönyörűen van megszerkesztve, mert három napig épít, három napig szépít. A kozmosz szó. Benne van a kozmetika szavunkban, a szépítésben. Isten egy szép világot teremt. És ebben rakott minket bele, elkészítette az otthonunkat, és tessék, az ő képére és hasonlatosságára alkotott embernek világot teremt, hogy ő gondos gazdája legyen. Tehát így már látjuk a tudomány és a hitnek a különbségét. Azt is mondhatjuk, hogy ahol megáll a tudomány, ott jön a hit. Ugye Miklós mondta a hipotéziseket. Ugye, hogy itt eddig jutunk, és onnantól gyanús, hogy mintha az lenne, és tételezzük fel, és aztán később lehet, hogy a tudomány ezt majd bizonyítani fogja. Mások fordítva ülnek a lovon, és azt mondják, hogy igazából a hit el fog tűnni, mert a tudomány mindent cáfolni fog. Ugye, amikor próbálunk minden egyes csodát megmagyarázni, pedig hát igazából nehéz lesz. Mert hogy most még nem tartott a tudomány, de majd később fog ott tartani. Nem tudjuk, hogy fog-e ott tartani, és Pál apostol ezért mondja, hogy a mi hitünk kinyilatkoztatott hit. Nem emberi kitalálmány, nem a tudomány találmánya, hanem Isten maga mondta ki magáról azt, hogy fontosnak tartott elmondani a mi üdvösségünkhöz, az örök boldogsághoz. Tehát ezért fontos különbség a kettő között, hogy a teológia is egy tudomány, tehát meg is kell, hogy fogalmazza a hittételeit konkrét tudományos exaktsággal. Hát erről szól az egyház küldetés, hogy őrizze a hitet tisztán és adja tovább. Aztán innen jön a hiszek egynek a leszűrődés, hogy ezért mondjuk ki, hogy mit hiszünk mi Istenről, hogy a Szent Háromság, hiszünk a feltámadásban, az örök életben, stb. Mert hogy ezeket próbálták cáfolni emberek, ebből jöttek ki az eretnekségek, tehát ami a isteni kinyilatkoztatással szembe menő állítás, akkor nem lehet mind a kettő igaz. Tehát ez egy tipikus mai kérdés, hogy van-e reinkarnáció, vagy nincs. Azt tudom mondani, hogy ha Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor kizárja a reinkarnációt. Mert akkor a megváltása az teljesen felesleges volt. Ha az ember önmagát meg tudja váltani, újra és újra visszaszületve erre a földre más testben, tehát az ember igazából csak egy lélek, ami kölcsönvesz egy testet, és önmagát ki tudja húzni ebből a csávából, ilyen spirálosan föl is eljut a nirvánába, ez egy önmegváltás. Ha Jézus Krisztus viszont meghalt és feltámadt, és a bűneinket magára vette, akkor egyszer s mindenkorra minket az örök életre
alkotott, és egyszer meghalunk, de van a halál után folytatás. Tehát a kettő kizárja egymást. Bármennyire is tetszőleges, hogy hát én keresztény vagyok, de ugye a reinkarnációban is hiszek. A kettő nem megy együtt. Mert akkor Jézus halála teljesen felesleges volt, ha magamat is meg tudom váltani. Úgyhogy itt jön az, hogy a hit, tudás, hogyan kapcsolod egymáshoz, nem zárják ki egymást, hanem kiegészítik egymást. Az én gondolatom egy kicsit messzebbre visznek, azon gondolkodtam el, már megint etimológia, de hogy én nagyon szerettem azt az aleteia nevű szót, ugye, ami azt jelenti a görögben, hogy igazság, de azt is jelenti, hogy valóság. József Attilának egyébként megzenésítettem egy szerzeményét, amiben azt mondja, hogy az igazat mond, Thomas Mann üdvözlése, az igazat mond, ne csak a valódit. És hogy ez egy örök kérdés, hogy az igazság és a valóság, azok, ahogy a görög nyelvben természetesen, ugye nem természetesen, de hogy az a helyes, hogyha ez a kettő fedi egymást, de az életben ezek sokszor nem fedik egymást. És ugye ez Jézus korában is igaz volt. Most föltetjük a kérdést, hogy a 10 parancsolat az volt az abszolút igazság? Bizonyos értelemben a válasz ugye az, hogy igen. Mert Jézus is azt mondja, hogy nem eltörölni jöttem a törvényeket, de azért hozzáteszi, hanem hogy újraértelmezni körülbelül ez a helyes átértelmezni, új értelmet adni nekik. Hiszen a korbeli zsidók, javíts ki Kornél, hogyha rosszul mondom, de sok a mózesi törvényeknek, meg a második törvénykönyvben, amiket leírt Móz, nagyon sok értelemben már egy eltorzított valóságként értem, tisztátalan volt egy bőrbetegséggel küzdő ember, és még sorolhatnánk, hogy mi minden. És Jézus tulajdonképpen a szeretet által egy teljesen új értelmet adott. Van egy ilyen mondás, én sokat szoktam idézni, hogy az igazság törékeny, a szeretet hajlékony. És nagyon sok mindent kifejez, mert ha az ember a szeretetet bekapcsolja a vitákba, akkor azok a viták egyszer csak elkezdenek egy új irányt venni. Most ez messzire megy, de ez jutott eszembe, hogy a hit és a tudás, és az igazság és a valóság kapcsolata, azok milyen párhuzamban vannak. Igazság és a valóság kapcsolata, illetve a tudomány és a hit kapcsolata kapcsán felmerült bennem, hogy meddig lehet a tudás fáját, vagy a tudás határait feszegetni. Mikor van az a pont, amikor igazából már átlépünk inkább egy isteni szférába, amikor az ember mindenható szeretne lenni? Mert szerintem nagyon sok olyan példa felfedezhető jelenleg, amikor már a minden tudás vágya egyszerűen túllépi az emberit, de lehet, hogy ez csak egy rossz érzés. Miklós, mit gondolsz erről? Amikor a tudomány által is és a hétköznapi életben is annyira sok kérdést szeretnénk megválaszolni, és már olyan területekbe lépünk bele, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy az már a határainkat feszegeti, és lehet, hogy nem lesz jó vége. Ez egy kényes kérdés. Azért kényes kérdés, mert ez nem a tudományról, hanem a tudósról szól, az emberről szól. A tudomány a karakterisztikájából fakadóan ezt a határt önmagától nem lépi át. Az, hogy erkölcsi tartalmat hozzárendelni egy tudományos felfedezéshez, az az embernek a műve, és az lehet ugye mind negatív, mind hasznos, mind pedig káros. Most volt az Oppenheimer film, amit kiváló film most vetítették, hát ez is erről szól. Azok a dilemmák, amelyek asszociálódnak egy felfedezéshez, felfedezés használatához alapvetően. Tehát az ember hogyan használja fel azt az igazságot, amelyet föltárt, azt a felfedezést, amit föltárt. Tehát én nem gondolom, hogy ez magár a tudományról a tudományt minősíti, hanem ez tovább is az embert minősíti, azt, aki ennek a tudásnak a birtokában, fals módon, alázat hiányában olyan pozícióba helyezi önmagát, amelyben megengedhetetlen jelentésekre ragadtatja magát, vagy megengedhetetlen cselekvésekre tesz. De egy picit, ha visszakanyarodhatom a tudás és hithez, mert valóban én is azt gondolom, hogy ezek igazából komplementer dolgok,
és valahol elválik. Van egy határfelület, ahol persze érintkeznek ugye a transzcendencia és a általunk megtapasztalható, közvetlenül érzékszervénkkel megtapasztalható valóság, de ezek inkább komplement dolgok, de egymásra támaszkodó dolgok. Ugye a legelső beszélgetésben, a legelső megszólásban, hogy a hit mennyire a tudásunk alapjához szolgál, de azért fölteszek egy kérdést, magunknak feszítek egy kérdést, hogy hiszünk-e a tudásunkban? Tehát ez is egy izgalmas kérdés, és egy híres kísérletet hadd mondjak el, ez Magyarországon történt 1951-ben, Simonyi Károly, az idősebb Simonyi Károly, Charles Simonyi édesapja volt a kísérletnek a vezetője, Sopronban történt, Magyarország első részecske gyorsító kísérlete. 1 millió voltos Van de Graaff generátort állítottak üzembe, nagy réz elektróda, 1 millió volt, hát óriási feszültség. És bele kellett ülni valakinek az elektródába. Kinyitották ezt a nagy réz gömböt, és hát maga Simonyi vállalta, hogy beleül az elektróda belsejébe, és összekucorodva, hát néhány órán át ott végezte a méréseket. 1 millió voltos elektródába maguk belemernének ülni? De ő azért mert beleülni, mert ő tudta, tanulta, az iskolában tanulta, hogy az elektróda közepén az elektromos potenciál zérus, nulla. Na de kérdés az, hogy fölmerjük tenni az életünket? Hiszünk-e annyira tudásunkban, hogy a saját életünket föltegyük rá? Mert az orvos gyakran a betege életét fölteszi a tudására, de hogy a saját életünket hiszünk-e annyira tudásunkban? Tehát van egy ilyen intim kapcsolat a hit és tudás között, amely azt gondolom egyébként talán még jobban jelenik a kinyilatkoztatott igazságoknak a területén, hát hiszek-e a megszerzett, vagy elsajátított tudásban? Az idő végessége miatt még a további kérdésekkel jelentkezünk. Ha már itt a transzcendenciát behoztad, a következő kérdés az, hogy az űrangyalokról mi a véleményük, mit gondolnak önök, Marci? Az űrangyalokról? Igen. Te tulajdonképpen érintettük, amikor én arról beszéltem, vagy próbáltam, hogy az Isten erőterében élni, akkor arról is beszéltünk ugye az első felvonásban, hogy az életben vannak olyan szituációk, amikor egészen kiszámíthatatlan módon mégiscsak történnek véletlenszerű vagy szerencsének betudott csodák. Én abszolút egy gyakorlatias ember vagyok, és olyannyira gyakorlatilag, ami például egy nagyon nehéz tárgyalásom volt délelőtt, és a feleségem a kezemben nyomott, exorcizált, sóval túsított, szentelt vizet, egészen pontosan. És ezek a szentelmények szerintem nagyon fontosak, és a hitünkhöz hozzátartozik, mint hogy a hitünkhöz hozzátartoznak azok a szellemi lények is, akik segítenek minket. Amikor itt előbb szó volt az angyalokról és a megkülönböztetésről, akkor eszembe jutott Néri Szent Fülöpről egy híres film, amit talán Néri Szent Fülöpnek meg hirtelen átváltozik démonná. Úgy mondja neki a démon, hogy honnan tudtad, hogy én vagyok az? Zseniális válasz. Csak nem gondolod, hogy nekem megjelenik az Isten angyala. Ez kicsit humorként is hoztam ide. Szóval az, hogy az az alázat, ami benne volt, a szentekben, csak azt akartam mondani, hogy az életünk része, aki egy kicsit érzékeny a világra, és magát egy érzékeny embernek tartja, az érzi azt, hogy igenis vannak az őrangyalok, és ez nem egy, de erről a Kornél majd még részletesebben fog szerintem beszélni,
hogy ez nem egy mese, ez nem egy fikció, hanem egy valóság, amit megint csak azt mondani, hogy tessék kipróbálni. Én ki szoktam próbálni egészen egyszerűen. Aki nem hiszi, az járjon utána. És az utána járás az, hogy nehéz helyzetben, vagy belemerünk menni olyan helyzetekbe, amúgy, amit egy konformista, kicsit elnézést a szóhasználatért, kispolgári attitűddel egy átlag ember nem biztos, hogy belemenne. De mi keresztények vagyunk, vagy legalábbis remélem, hogy azok vagyunk, és ez valahol egy kicsit ilyen kutya kötelessége is, hogy vállaljuk föl ezeket a helyzeteket, és próbáljuk ki, hogy ugyanegy őrangyal mit tud, milyen helyzetet hogyan tud jóra kihozni, vagy fordítani. Azt gondolom, hogy nem véleményünkkel legyen az őrangyalokról, hanem kapcsolatunk vele. Mert hogy a Szentírás mondja, hogy angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát, az egyház mindig is tanította, és mindig is hitte, hogy van mindenkinek személyes őrangyala. Én szoktam vele így beszélgetni, vagy legalábbis kérni, hogy amíg én alszom, addig ő dicsérítse tovább a jó Istent. Néha praktikus dolgokra is kérem, hogy egy üres parkolóhelyet, hogyha tudna intézni a sűrűn parkolt részekben, azt is nagyon megköszönöm. Hát, ahogy éppen autóval megyek, és nem rollerrel. De hogy igen, az őrangyalok azért szabad neki megköszönni az egész napos vigyázást. Ők nem csak a fizikai jólétünket próbálják segíteni, hanem szellemi harcban is. Majd amikor a mennybe jutunk és találkozunk vele személyesen, akkor lehet, hogy együtt visszanézzük az életünk filmjét, hogy látod, ott micsoda kísértésben voltál, mit küzdöttem én érted, hogy kevésbé legyen súlyos a kísértés. Tehát ez majd egy izgalmas találkozás lesz, de az egyház mindig is hitte az őrangyaloknak a létét, és szabad velük kapcsolatba lépni ilyen módon, hogy őrangyalom, segíts. Most nehéz helyzet lesz, nehéz tárgyalás, nehéz találkozás, bármi, hogy légy velem, vagy egy veszélyes szakaszon őrangyalakám, vigyázz rám. És hát ugye szokták mondani, ne repülj, ne menj gyorsabban, mint hogy az angyalod repülni tud, de hát nem szabad kísérteni őt, hanem kérni a segítségét és bízni benne, hogy ő megvéd mindentől. Nem annyira a fizikai jólétünknek, hanem inkább a lelkünk örök üdvösségének az őre ő. Mindegyik kérdésről már valamelyest szó esett az első felvonásban, és örülünk, hogy ilyen gondolatébresztő a beszélgetés, mert hogy ahhoz kapcsolódóan ez ismétlése vagy továbbfűzése a gondolatoknak, mert hogy a következő kérdés az a kísértés kapcsán, hogy honnan tudom, hogy nem az ördög szól hozzám. Mennyi időnk van? Hogy előbb ajta hallottuk, igen. Marci azt mondja, le kell köpni, mint Néri Szent Fülöp. Igen, ez egy örök kérdés, hogy ugye tipikus helyzet, hogy valamilyen akadályba ütközöm. Ez most a Jóisten rakta oda az akadályt, vagy éppen a sátán próbál akadályozni valamiben. Alapvetően, hogy mire kapok indítatást, hogyha a Jóisten indít valamire, akkor ez egy belső békével jár együtt. Ha a sátán próbál, akkor mindig van valami feszültség, valamit érzek, hogy ez nem jó. Ami még egy trükk, hogy amikor a sátán kísért, akkor sosem akarja megmutatni, hogy hova akar elvezetni. Mert valaki elszívja az első füves cigit, nem fogja megmutatni, hogy heroin függőként hogy fog kinézni néhány év múlva. Hanem ő csak a jó oldalát mutatja ki, hogy a hazugság atya. Ezt ma is látjuk egyébként, ha csak ha bármilyen médiumot megnyitunk, akkor halljuk a híreket, és már egyre több emberben ott van, hogy jó, ezt hallottam, de vajon igaz-e? És akkor egyik fél ezt mondja, másik fél azt mondja, már a hírekben is így lehet hallani, hogy X város vagy ország szerint ez van, a másik ország szerint az van. Tehát, hogy az igazságnak mindig van két oldal, ezt is szokták mondani. Úgyhogy ez nagyon, nem mindig könnyű. Mert hogyha rögtön lelepleznénk, hogy na, ez kísértés, vagy nagy piros ilyen szirén, vagy nem tudom, lámpa megszólalna, akkor könnyű lenne kivédeni a kísértés, mert abban nem szabad beleesni, ezt tudjuk. De hát éppen azért izgalmas a helyzet, mert általában minden rosszban van valami jó. A bűnben is van valami jó, különben miért csinálnánk. Úgyhogy hogy lehet megkülönböztetni, hogy most éppen kitöljön a sugallat? Hát azt gondolom, hogy ennek van egyfajta tapasztalat, de a belső békénknek ott van az érzés, ha egy pici nyugtalanság is van bennünk, akkor ott valami gyanús. Érdemes újra tervezni, hogy biztos, hogy ezt kell csinálnom. Nem véletlen, hogy a kommunikáció tudományban is megvan, ha már behoztad a híreket, az úgynevezett ördög koktél és angyal koktél, pont ezekkel a jellemvonásokkal, tehát nem véletlen, hogy milyen érzések, érzelmek keletkeznek az emberben, amikor éppen a negatív híreket vagy a pozitív híreket fogyasztják, olvastják.
Tehát köszönjük szépen a kézzel fogható pontokat, mert ez igenis segít bennünket, én azt gondolom. És hogyha már szó esett ugye itt a jelekről, őrangyalokról, és a tudományról, nagyon-nagyon érdekes kérdéskör még az, hogy vajon a jelek kapcsán az álmokhoz mi hogyan viszonyulunk? Tudomány szempontjából, teológia szempontjából. Gyökösi Endre írta ugye a könyvét, hogy Isten elfelejtett nyelve az álom. Lehet-e hinni az álmoknak? És itt megint Marcinak volt az elején ugye egy olyan mondata, hogy persze nem minden egyes mondatot vagy plakátot kell úgy értelmezni, tehát megvan mindennek a helye, de mi a helyzet az álmokkal? Kezdjem azzal, hogy van, hogy az alaptémánk a Jóistennel való kapcsolat, és bibliai alapja van annak, hogy a Jóisten álomon keresztül is tud szólni. Gondolunk itt Jákob álmára, gondolunk Józsefre, aki mindig álomban kapta a következő fogd a gyermeket és anyját, indulj Egyiptomba. Megint álomba kapta, illetve előtte még, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert a gyermek a Szentlélektől van. Akkor álmában megjelent neki az Úr, és azt mondja, hogy most már menjél vissza Egyiptomból, mert meghalt az, aki a gyerek életére tört. Úgyhogy a Szentírásban jó néhány ilyen példát látunk, hogy a Jóisten az álmon keresztül is tud bennünket indítani. Hányszor álmodunk bizonyos érdekes dolgokat, sok esetben nem vagyok ennek a szaktudósa, de hogy azt mondják, hogy ha az élettel van összefüggésben, akkor valószínűleg az olyan tér, ami még kell dolgozni. Tehát még bennünk mozog. Ugye alapvető különbség szokott lenni a férfi és a női gondolkodás között, ez már tudományosan is mondják, hogy a két agyféltek közötti kapcsolati szálak sokkal több a nőknél, mint a férfiaknál. Tehát mi tudunk nem gondolni semmire, a nőknek ez sokkal nehezebb. Nem is irigylem őket ezért, tehát hogy mi tudunk úgy elaludni, hogy nem gondolunk éppen semmire. Nehezen hisszük el, én azt gondolom. Hogy... Egyéb tapasztalataink vannak, hogy a tudomány majd cáfolja, hogyha ez nem így van. Úgyhogy talán az álomnak lehet az, hogy egy jó ötlet is jön egy álmon keresztül, hogy ez éppen a Jóistentől jön-e, magunktól jön-e, dolgozni kell-e vele, indít bennünket valamire a Jóisten. Nem tudom, én sok esetben nem is emlékszem arra, mit álmodtam. Van, aki meg egész sokat, és ott is elgondolkodik utána, hogy vajon ez miért jött. Még feladata van vele, vagy isteni ihletés, nem tudom. Hát, ha itt valaki meg tudja nekem mondani, hogy miért alszunk, akkor én megválasztalom, hogy mi a szerep az álmoknak. Miért van alvás? Igazából ez egy nagyon izgalmas kérdés, a természettudomány, az orvostudomány, nem tudja egészen pontosan, nyilván elméletek, fejtések vannak, feltevések, hogy miért kell egyáltalán aludnunk, hiszen olyan folyamatok zajlanak le a szervezetben, amelyek ugye egy bizonyos egyensúlyi, nem igazán egyensúlyi ez, hanem úgynevezett steady state állapotnak a helyreállítását szolgálja. Egyfajta dinamikus állapotnak a visszaállítását szolgálja az alvás. És eközben vannak az álmok, és születnek az álmok is. Én ugyancsak nem vagyok, én abszolút más az én kutatási területem, de én úgy tudom, hogy azt, hogy az álmok során, nyilván ezeket lehet vizsgálni, tehát hogyan vizsgálja, ugye a természettudomány, és megint itt azt szeretném aláhúzni, hogy a tudomány itt nyilván nem ugyanazon a síkon közelíti meg az álmokat, mint a Szentírás. Tehát ez megint az a terület, ahol nem egymással vitatkozó, hanem inkább talán komplement, valamilyen térben inkább komplementer megközelítésekről lehet csak szó. Miért? És mert a tudomány nem a személyes álomra koncentrál, hanem az átlagos, a megismételhető dolgokra. És miért? Ez nagyon fontos. A tudomány mindig miért. Hogyan méri az álmokat? Valahogy interjúkon keresztül. Mit álmodta? Írd le. Tehát így közelíti meg a tudomány a magának az álmokat. Álmok vannak, értelemszerűen vannak, ezt senki nem vitatja, hogy milyen szerepük van és mi a tartalma az álmoknak. Én úgy tudom, hogy a modern pszichológia azt kimutatta, hogy olyan kreatív, tehát felfedezések, olyan ötletek, legalábbis az tudománytapasztalat szerint nem jelentkeznek. Tehát, hogy felfedezést álmokban nincs arra tapasztalat, hogy is születtek volna. Tehát én azt gondolom, itt megint egy olyan tér, vagy olyan a hitnek és a tudásnak egy komplementer területére érkeztünk, amelyben értelemszerűen megjelenik egy olyan értelmezés,
ugye a Szentírásban, amelyben a kor embere értelmezte ezeket, és nyilván a kinyilatkoztatott igazságokat adott nyelvbe, a kor nyelvébe öntötte bele, de a mai exakt orvostudomány, természettudomány igyekszik méréseken keresztül, tapasztalatokon és definíciókon keresztül kezelni ezt a kérdést. Summa summarum, ha nekem megmondják, hogy pontosan mi az értelme az olvasnak, akkor az álmokat is hátra meg tudjuk fejteni. Hogyha arra gondolok, hogy ugye a magyar nyelvben is milyen szép, milyen sokszor használjuk, akár nagyszülőtől is, hogy hallgass a szíved mélyére. Milyen szép jelentése van. Ugye ezt is ma már érintettük többször, hogy akkor tilos takarítani, tilos Mori nénit felhívni, amikor éppen elcsendesednénk, vagy imádságba borulnánk, és a Jóistennel töltenénk azt az egy órát, 10 percet. Mennyire lehet meghallani a szív hangját manapság? Ha időt szakítunk rá, mindig? Engem vissza kell menni az Ószövetségre, mert hogy a szív, és ezt majd Miklós talán cáfolja, vagy állítja, hogy sokkal több mindenre jó, mint gondolnák. Tehát ez nem csak az, hogy ami pumpál, addig élünk, hanem ugye az Ószövetségben a szív az egész személyiség központja, a döntésnek a helye. És lássuk be azért, egy-egy izgalmas helyzetben ott hevesen kezd dobogni a szívünk, tehát valamit jelez, nem az agyunkban dől el. Tehát, hogy ugyanígy lehet egy kísértésnél is egyszerűen a szív is tud reagálni valamire. Tehát az Ószövetségben a szív az a döntéshely. Ugye nem véletlenül Jézus is a szívét mutatja meg alakok Szent Margitnak, nemrég volt az ünnepe, kinyilatkoztatja. Íme a szív, mely annyira szereti az emberiséget, amely nem kap más, csak hálátlanságot és közönyt. Tehát, hogy pedig tele van szeretettel és irgalommal ez a szív. És ez nagyon érdekes, ugye Jézus szívéről, ha beszélünk, hogy ugye normális esetben, ha valahol megsérülünk, akkor az a szervezet szépen dolgozik, és beforr a seb, beheged, lehet, hogy nyoma ott marad. De Jézusnak a szívét a halála után nyitotta meg a katona lándzsája, nem volt már ideje behegedni. Tehát egy nyitva van az Jézus szíve, mint az irgalomnak a helye. Úgyhogy mire jó még a szív? Hát nyilván a szeretetet szoktuk vele jelölni, de hogy a szívben sokkal több minden eldől, mint az agyban sok esetben. Hát szívem szerint én azt mondanám, hogy. Ugye nem az agyam szerint azt mondanám, ugye meg esetleg a legnagyobb út, hogy ezt szokás mondani, hogy az agy és a szív között van. Hát nem tudom, a tudomány most ezzel hogy áll, de hogy a szívnek van valami szerepe, mert az dobog hevesen, meg az áll le, biztos, hogy sok mindent jelez. Én még kicsit meg is fejelem a Kornél gondolatait azzal, hogy úgy tudom, a Szentmisének ugye van egy része, amikor azt mondjuk emeljük föl szíveinket, okay. És azt hiszem ez egy régi, ennek is zsidó keresztény gyökerei vannak. Régi világban, tehát abban a hellén világban a szív az egész embert jelentette. Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy emeljük föl szíveinket, misében azt úgy is lehet értelmezni, ugye, Kornél, bólogass kérlek, hogy jól mondom-e, nehogy itt van butaságot mondjak a nagy nyilvánosság előtt, de hogy adjuk át magunkat teljesen az Istennek. Tehát, hogy a szív az egész embert szimbolizálta és szimbolizálja. Igen, kiteszem a szívemet, érted? Ez a... És ehhez kapcsolódóan kötném azt ide, hogy a mai kor embere, hogy ilyen klisékben fogalmazzak, egyetlen nem nagyon olvas, tudjuk, hogy egyre kevesebbet olvasunk, aminek egy olyan következménye is van, hogy kevésbé élünk belső életet, vagy sokan egyre kevésbé él az átlagember belső életet, ami probléma tulajdonképpen, mert nem halljuk meg saját magunkat. Nemrég olvastam, Facebookon ment egy ilyen gondolatsor, ami arról szólt, hogy a hospice házakban, ahol haldoklók töltik az utolsó heteiket, hónapjaikat, egy ilyen közvélemény kutatásszerűség történt, hogy az haldoklóknak mik az utolsó gondolataik, amiket tulajdonképpen megbánnak, hogy mit csináltak volna másképp. És akkor tulajdonképpen kiderül az, hogy bárcsak a saját életemet éltem volna, bárcsak ne dolgoztam volna, bárcsak többet lettem volna a gyerekeimmel. Tehát olyan kérdések jönnek elő, amik a belső valósággal, nagyon az én mi belső életünkkel és a körülöttünk lévő világnak az igazán eszenciális, lényegi dolgait határozzák meg. És a haldoklónak nyilván ott már nagyon nincs lehetőség ezen változtatni. De
De az életünk során, hogyha egy több belső életet élnénk, és a szívünkre hallgatnánk, és most ez viccesen hangzik, de hogy szó szerint egyszer valahol olvastam, és most magamat is félbeszakítom, rossz riportere lennék saját magamnak. Nagyon jól csinálod. Tehát valahol olvastam, hogy az embernek a saját szívében van egy vágya a saját magával kapcsolatban, nagyon mélyen. És a Jóistennek is van egy vágya az emberrel kapcsolatban, vagy terve. És valójában ez a kettő ugyanaz. És ezt kell valahogy megtalálni, hogy miért is vagyunk itt, és a saját feladatomat végzem. Ami az én hivatásom, milyen szép szó, hivatás, elhívás, hogy meghallottam egyáltalán ezt a hívást, hogy, és ezt most mindenki magában tovább tudja gondolni. Tehát, hogy igenis a szívnek az egész életünkre való kivetülése és szinonimája, vagy metaforája, az egy jelentős kérdés. Ide vissza szeretnék térni, de előtte Miklós, kérlek, reflektálj. Én vitatkoznék egy picit, most itt a tudomány, de nem a tudomány vitatkozik a vallással, hanem nyilván ugyancsak más síkokon közelítjük meg ugyanazt a témát. Tehát egyrészt én úgy tudom, hogy Jézusnak nem a szívét döfték át, javíts ki, hanem a oldalát, és az összes ábrázolás az a jobb oldalát mutatja, és ugye az orvostudomány is azt fejtegeti, hogy tulajdonképpen az a tüdő aljában összegyűlt víz, és ugye vér és víz folyt ki, tehát ezért van, mert egy ödéma alakult ki, ugye függeszkedett a kereszten, és tulajdonképpen pangott a vér, víz távozott a mellüregbe, és ezért volt az, hogy tehát vér és víz távozott. És én úgy tudom, hogy mindent a jobb oldalát mutatják a művészeti ábrázolásokon is. De ezt majd eldöntjük. Ez nem vita a tudomány és a vallás között. Ez mit sem üzen azzal kapcsolatban, ami azok az igazságokkal kapcsolatban, amelyet ugye Kornél atya nekünk velünk megosztott. Én ezt a kérdést, hogy a szív mit üzen, én majdnem, hogy másodlagosnak tartom. Ugye a tudomány olvasatában, vagy a tudomány történet olvasatában alapvetően ez tükrözi a kardiocentrikus érzékelésnek a történetiségét. Tehát ókorban egészen középkorig, hogy a szívet gondolták az érzékelés centrumának. Oda jut be minden, a szívünkkel érzünk. Ma ez megváltozott, ezek exakt mérésekkel, ez megváltozott. Én ezt a kérdést másodlagos tartom, és persze megrögzült a szemantikánkban, hogy a szívvel kapcsolatos szívfájdalmat okoz, stb. Ez igazából az érzelem, én azt gondolom. Az érzelemnek és a racionalitásnak közötti kérdésről van itt szó, azt gondolom, a döntéseinkben. Tehát a kérdést úgy lehet föltenni, hogy mennyire hagyatkozunk ugye a szívünkre, így hangzott a kérdés. Én úgy tudnám ezt átkódolni, hogy mennyire hagyatkozunk a mi érzelmeinkre, amikor a döntéseinket meghozzuk, versus a racionalitásunkra. Persze jogos a kérdés, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek. Tehát nyilván a racionalitás mögött egyfajta logika, lehetőleg egzaktságra törekvő, objektivitásra törekvő logika, az érzelmeinket pedig, hogy emberi kapcsolatrendszereink, szeretetünk, kapcsolatunk a szeretteinkkel, szerelmünk, fogják befolyásolni. Tehát én sokkal inkább ezt érzem lényegesnek, semmint azt, hogy éppen ez most hova lokalizálódik, azt majd a tudomány további fejlődése majd jobban fogja specifikálni, hogy éppen melyik kérgi vagy mezők aktiválódnak az agyban, amikor egyfajta érzelmet érzünk. Ma már ezeket lehet vizsgálni, úgynevezett funkcionális mágneses rezonancia képalkotó módszerrel. Tehát befektetik a páciens, vagy éppen arra jelentkezőt egy ilyen nagy MRI készülékbe, villogtatnak valami jelet, valami, ami érzékeléssel kapcsolatos, és meg lehet nézni, hogy pontosan melyik területek aktiválódnak. Melyik érzelm, tehát amikor érez valamit, azzal kapcsolatban éppen milyen kérgi mezők kerülnek ingerületbe. Az, hogy mindeközben hevesebb a szívdobogás, az természetes, hiszen úgynevezett neurohormonális válaszokat is kidolgoz az agy. Az agy nem csak egy neurális szervezet, hormonokat is termel az agy, tehát ezek hatással vannak a szívnek a működésére, a hevesebb dobogására például. Tehát mind ezek olyan válaszok, amelyek ma már
egyre jobban és pontosabban megértettek, de hangsúlyozni szeretném, hogy pusztán az a tény, hogy ezeket kvantitatív módon, számszerűsítve, modellszerűen, szinte elméletbe öntve össze tudjuk foglalni, az mit sem vonatkoztat abból az igazságokból, amelyeket a vallásunk hirdet. Tehát itt ezt a fontos hangsúlyozni, ez nagyon fontos magunk számára leszögezni, mert a hiba az ott van mindig, amikor pont az ilyen tehát a pontosabb megismerés okán olyan pozícióba helyezzük magunkat, mint hogyha mindenhatók volnánk, hogy ezt a kérdést is feszegettük. Végezetül, mint hogyha mindenhatók volnánk, hogy mennyire, tehát ugye kiemelted, hogy itt azért a döntéseknek nagy szerepe van, és akkor összefűzném én ezt egy csokorba, ezeket a szavakat, amelyeket itt bedobtatok, ugye akár az, hogy akkor most honnan tudom, hogy a Jóisten szava-e, hogyan döntsek, ez most az vajon a kísértés, meghallom-e a Jóisten szavát, megtalálom-e a hivatásomat, mondtad előbb itt az előző blogban. Kérdés az, hogy hát, hogyha ez olyan könnyen menne, akkor mindenki megtalálta volna a hivatását, mindenki, nem tudom én, viselni teljes energiával és odaadással az adott kihívást, ami elébe állítja a Jóisten. Ez ennyire könnyen menne? Költői kérdés, Kornél atya. Mind múlik a döntéseinken? Az érzelmeinken? A Jóisten kegyelmén. Azt gondolom, hogy a Jóisten a kezdeményező, és ő szeretett minket először, és az a szeretet választ vár. És ezt a szeretetet úgy tudom válaszba adni, hogy a mellettem levőt szeretem. Amit egyet tettetek, azt velem tettétek. És hiszem azt, hogy az örök törvény, a szeretet törvénye mindannyiunk szívébe benne van. A lelki ismerete az Isten szava bennünk. Akár hívő valaki, akár nem, meg tudja mondani, hogy nem jó megölni a másik embert. Nem jó hazudni, nem jó lopni. Ott van bennünk, és ez egész emberiségben közös. Kultúráktól függetlenül. Mert Isten szava bennünk, az a lelkiismeretünk, és innentől kezdve a lelkiismeret mindig is a szeretetre ösztökél bennünket, és ez a mi szeretet válaszunk az Isten előleges szeretetére. Kornélnak kellett volna utoljára megszólalnia, mert ez olyan jó végszó, hogy ezt már ennél csak rosszabbat lehet mondani. Egy gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy amikor az intelligenciáról beszélünk, akkor beszélünk az EQ-ról, ugye? Emotion quotient, tehát az emocionális érzelmi intelligencia, és a hogy hívják, a klasszikus értelmevet intelligencia, annak nincsen előtagja. Tehát, hogy de azt gondolom, hogy ez a kettő, ez kevés. Tehát ebből a kettőből nem lehet összerakni egy embernek a valóságérzékelését, és ebben a valóságérzékelésben az Isten kapcsolatot is beleértem. Én megneveztem egy harmadik magamnak, barátaimmal szoktunk erről beszélgetni, egy harmadik fajta intelligenciát, ez a intuitív intelligencia. És ez az intuitív intelligencia számára sokkal jobban megragadja azt, hogy végsősorban a valósággal való érzékeléshez kell egyfajta, hát egyre nehezebb szavakat találni erre, de ráhangolódás, vagy beleérző képesség, vagy valami, ami túlmutat azon, mint amikor egy feleség érzi azt, hogy a férjének milyen az állap, vagy éppen mit mondjon neki, vagy hogy tehát van egy olyan plusz megfoghatatlan együttható, ami az embert elindítja, és egy új ösvényre, egy új fajta gondolkodásra viszi, és lehet, hogy pont ez az új fajta ösvény nyitja meg, mondjuk ugye, ahogy Szent Pál mondja, hogy majd akkor meglátjátok, hogy mi a szélesség és a hosszúság, és a magasság és a mélység. És hogyha azt mondjuk, hogy az érzelmi intelligencia, meg az intelligencia, ez a szélesség és a hosszúság, akkor én azt mondanám, hogy az intuitív intelligencia, vagy az intuitív érzékelés, az meg az a magasság és a mélység, ami egy új irányba viszi az embert. Miklós. Ma még csak homályosan, akkor majd színről színre. Én ezt várom. Uh-huh. Ugye az üdvözülés az Isten látása, ugye, Pál apostol szerint. Hát én abban a hitben élem az életemet, hogy ekkor megadatik, hogy azokat a
válaszokat megkapjuk a nagy kérdésekre, az élet, életnek és a tudomány, és a tudomány nagy kérdéseire is. Ez egy nagyon izgalmas lehetőség. Ezt várom. Köszönjük szépen, reméljük, hogy pár kérdésre legalább tudtunk válaszolni, hogyha már a válaszokat hoztátok. Nagyon szépen köszönjük ezt a gazdag gondolatcsokrot, amit ide tettetek, átadtatok a kedves nézőknek és a jelenlévőknek. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sajnos nem veletek, de ugyanilyen jeles-nemes, kiváló emberekkel folytatjuk novemberben, hiszen ezt a témát szerintem még órákig lehetne boncolgatni, de hát, ha lesz még erre fórum, mert ez egy jó összeállása volt a csillagzatnak, javítok, ez a jóisten, a gondviselő keze ma itt volt, és nagyon szépen elrendezte szerintem ezt a kerekasztal beszélgetést a személyetek által. November 15-én pedig ugyanez fog történni, tehát egyetemes kérdéseket fogunk megvizsgálni, kérdéseket próbálunk megválaszolni, és hogy stílusosak legyünk, a következő kerekasztal beszélgetésnek az a címe, hogy hallgassak-e a szívemre. Azaz, vajon a saját életemet éleme, vagy mások mintáját. Belovics Gábor, jezsuita szerzetes, Lénárt Ágota, sportpszichológus és Miklósa Erika operaénekesnő érkezik. Ugyanitt szerdán 18 órakor fog kezdődni az esemény, és engedjék meg, hogy még gyorsan megkérdezzem, hogy honnan hallottak a ma estéről? A Mária Rádió oldalán találkoztak-e a mai eseménnyel? A MOM oldalán? Nagyon köszönjük. Igen, itt az úr. MOM? Szuper. Igen. Uturális szalon az oldalán. Mária Rádió szalon. E-mail hírlevél. Hát itt most a Mária Rádiós kollégák csak úgy szerintem sütkéreznek itt az információkban és a boldogságban, mert ezt szerettük volna, igen, megnézni. Tehát igen, egészen a messzeségig száll a híre a Mária Rádió kerekasztal beszélgetéseinek. Legyen ez így a továbbiakban is. Nagyon köszönjük az önök figyelmét, jó sokáig kitartott. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Nagyon szépen köszönöm Fábri Kornél atyának, Keller Majer Miklósnak és Fizi Marcinak, hogy itt volt velünk. Én Bátor Anna vagyok, voltam, leszek. Mindig riporterként ezt szokták mondani, hogy köszönjük a figyelmet a mikrofonnál, vagy Bátor Anna voltam, nem? Tehát itt vagyok, és reméljük, hogy legközelebb is Bátor Annaként találkozhatunk. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltak, és kívánunk mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát, a viszontlátásra. Thank you.